estét kívánok mindenkinek, ma is esti vendégünk Gazda István, Magyar Tudományi Történeti Intézetből. Sok szeretettel köszöntünk ismét sorainkban, és mindent láttak a címmel, az előbb már felvillant Magyar Tudomány, Európai Tudomány. Köszönöm szépen, üdvözlöm tisztelettel a jelenlévőket, és hát a szokás szerint ugye a kényelmesebbek inkább interneten keresztül nézik a összefoglalókat. Én lényegében néhány olyan példát szeretnék felsorolni, olyan szemét, vagy olyan találmányt, amelyet Európában, vagy esetleg egy Európán túli területen nagyon jól ismernek. Tehát nem kell nekik ezt bemutatni. Elsősorban azt kellene csak a világnak elmesélnünk, hogy az ötlet, amit ők használnak, vagy az a tudós, akit ők nagyon jól maguk mellé tudtak állítani, az egyébként egy magyar személyiség. Hadd mondjak két példát. Nemrégiben Szegeden volt egy informatikai konferencia, ahova eljött egy japán egyetem hölgy matematika professzora, és ott megnézte Szegeden ugye a híres tudósoknak a emléktábláit, és az egyik táblára Neumann János volt ráírva. És mondták, ó, hát Neumann János ezek szerint járt Szegeden, hát ismerjük őt, von Neumann, mi is tanítjuk, híres német tudós. És mondja a szegedi professzor, hogy nem híres német tudós, itt Magyarországon élt, Budapesten tanult, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, jó kapcsolatban állt a Tudományegyetemmel, de sok más tudóssal együtt a két világháború közötti időszakban ő is aztán külföldre ment, Németországba, majd az Egyesült Államokba. Hát az illető nem tért magához, soha az életéből nem hallott, hogy ez a Neumann Jánosnak bármilyen köze lett volna Magyarországhoz. Ez nem a japánok hibája, hanem azoknak, akik a magyar tudományt külföldön nem reklámozzák tisztességes módon, és ebből az elég sok kellemetlenségünk adódik. Mondom a második példát, az UNESCO mindig engedélyezi, hogy minden második évben az UNESCO-hoz tartozó nemzetek saját tudósai közül kettőt felterjesszenek a világ emlékezett nagy tudósgárdájába. Tehát olyan szemét, akiről az UNESCO el fogja dönteni, hogy valóban méltó-e arra, hogy az örök tudósok között szerepeljenek. Hát ilyen volt ugye Magyarországon az első Tihanyi Kálmán, majd lesz itt a jegyzékben. Nagyon nehezen elfogadta az UNESCO, Magyarországon nem nagyon ismerték Tihanyi Kálmánnak a nevét. Ugye volt egy találmány, és ezért sikerült nagy nehezen áthajtani, nem volt könnyű a televíziós képernyő megalkotója. Minden tankönyvben természetesen más néven szerepel, tehát, hogy Tihanyi Kálmán a valódi feltaláló, ez iszonyú nehéz volt igazolni. Lánya azonban vállalta a hosszú éveken át tartó harcot, és eljutott odáig, hogy annak ellenére, hogy Magyarország olyan nagyon nem ismerte Tihanyi Kálmán, ő főleg Németországban élt, de hát az eredeti szabadalma megvan, és valóban el kellett ismerni, hogy a töltéstárolás elve, ami egy alapelv volt akkoriban, ezzel vált lehetővé a televíziós képernyők megalkotása. És volt még egy második szabadalma, ugye a 20-as évek végén, ez a lapos képernyő, ugye hát, ami ma már mindenki számára jól ismert. És nyilvánvaló, kutya nem tudja, hogy az eredeti ötlet és szabadalom a szintén Tihanyi Kálmáné. De ő bekerült az UNESCO világemlékezet listába, magyar tudósok közül elsőként. Aztán Lázár Deák, a Korvina gyűjtemény, stb. Körösi Csoma és ilyen Bolyai János, ugye ilyen jól ismert személyeket sikerült itt ugye a legek közé
felterjeszteni. Tavaly azonban egy kis kudarc érte a magyar orvostudományt, és a magyar tudományosság egészét. Semmelweis Ignác felterjesztését az UNESCO visszadobta. Lényegében az, hogy hát miért, mit akarnak maguk ezzel az osztrákkal. Ez kicsit kínos volt, azt hiszem, mindenki számára. Egy valamit elfelejtettünk az UNESCO-nak megírni, hogy 1968-ban már egy teljes év az UNESCO-nál Semmelweis év volt. De ezt ők is elfelejtették. Tehát 68-ban még tudták, hogy az Semmelweis nevű magyar orvos megérdemli azt, hogy azt a tudományos évet róla nevezzék el, hogy most mondjuk Szent Ágotai év van. Tehát most egy új felterjesztést kell készíteni, és meg kell indokolni, hogy hát nagyon kedveljük, az osztrákok valóban tényleg megható számunkra, de hát ez a Semmelweis Ignác nem volt osztrák tudós. Ez egy magyar, Magyarországon élt család. Semmelweis előtt már az ősök kb. 300 évvel itt éltek Budán, kereskedők voltak, ő maga is itt született Budán, itt járt iskolába, itt a budai vár negyedben volt egy iskola, ott járt egy évet Székesfehérvárot, járt, aztán megint itt folytatta. Talán ott valamit balhézott a suliba, tehát de rendes, normális diák volt. Aztán ugye működött valamennyi Bécsben, tanrendszerét Bécsben nem nagyon tudta elfogadtatni, megvárta, amíg egy magán tanári kinevezést azért megkap, és aztán hazajött, és végül is így lett itt aztán főorvosa Rókus Kórházban, és hát ugye a magyar tudománynak egy vezető személyiség, és a nagy könyvét aztán már itthon tudta megírni, és jelentette meg 1861-ben. Tehát egy Bécsből kirúgott tudós, nem igazán a minden idők legnagyobb osztrák orvosa, hogy írják az osztrák évkönyvek, mert ezek most is ezt írják, sőt, egyre inkább, tehát nagyon büszkék rá. Hogy körülbelül korábban ők hogy váltak vele, ez nem érdekel senkit, az rég volt, most lett nagy ember. Ilyen eurós emlékérmet is kiadtak minden idők legnagyobb osztrák orvosáról. Elég kínos szintén számunkra, de hát az UNESCO nekik hisz, és hát kérdés, hogy ki nyeri a csatát, sikerül-e Semmelweist ugye visszahozni a magyar tudományosság számára, és bekerül-e a világemlékezet jegyzékébe. Na azok a tudósok, akiket most itt gyorsan levetítenék egy-egy rövid kommentárral, azt hiszem mindnyájan olyanok, akik jó lenne, ha itt szerepelnének, nagy részük külhomban működött, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül őket majd a magyar tudományosság számára visszaszereznünk. Hát itt van egy jól ismert klasszikus találmány, ugye vannak ezek a zacskós levesek, ugye ma ez nagyon nagy divat, de van egy középkori kódex, amely ennek a technológiáját elég részletesen leírja. Ugye ma így néznek ki ezek a kitűnő zacskók, és ez a bizonyos 14. század táján született kódex elég precízen leírja, hogy ők, tehát egy utazó beszámol erről, látja, hogy a magyaroknál ez egy nagyon divatos eljárás, hogy amikor nagyobb portyázásra ugye indulnak, akkor így módon viszik magukkal ezt a meglehetősen gazdag tartalmú alapanyagot, amelyből ugye a ottani leveseiket el tudják készíteni. Tehát ez nagy valószínűséggel itt valahol kialakulhatott a 9-10. Század táján, és került aztán át egy olasz kódexbe, amelyik ez egyértelműen azt mondja, hogy hát ez egy magyar leírás, tehát a mai levesekre rá lehet írni ezeknek a norma, nem tudom micsoda, hogy az eredeti szabadalom ugye honfoglaláskori pofáktól ered. Na de hát ez csak egy kis bevezetés. Ugye a jogtörténetben ugye a magyar alambulla azért érdekes, mert ugye Európa egyik legkorábban megfogalmazott jogkönyve, tehát elég közel van az angolok Magna Chartájához magyarul, hogy itt már Magyarországon a 13. században volt egy úgynevezett jogtudó értelmiség, akik már külhoni egyetemeken
szerezték képesítésüket, és érkeztek ide-vissza. Aztán ugye látjuk, ugye még ebben a században létrejön egy studium generale, de elég magas szintű Veszprémben, ahol szintén ugye a jogtudomány az már egy központi témakör volt. Íme ugye magyarországi Sándor mester, aki eljut nagyon-nagyon korán a Sorbonra, ez is szinte egy korai tudós emberről van szó, és Gábriel Asztrik azért fontos számunkra, egy külföldön élt kiváló tudós emberről van szó, aki rengeteg olyan magyart kutatott fel, aki a régi európai egyetemeken akár professzori minőségben is tanított, ugye volt közöttük bolognai tudós is, volt aki az angliai Szigetországban, tehát magyar tudósok, itt lehet látni, a nagyon korai századokban már megjelennek a kinti egyetemeken, tehát nem igaz az, hogy az Európától mi olyan iszonyatosan távol voltunk, ez egy téves nézet. Vagy ugye itt megint csak ugye tovább menve a jogi vonalon, ugye ez a Verbőci nevű jó ember még a Mohácsot megelőző zavaros években meg tud fogalmazni egy olyan jogkönyvet, amiben elsősorban a saját elvei szerepelnek, be is nyújtja a Magyar Országgyűlésnek, hogy hitelesítsék, legyen ez hivatalos törvénykönyv, de nem lett hivatalos törvénykönyv, tehát tárgyalták, de nem iktatták törvénybe. Ez azonban senkit nem érdekelt, ennyiben azért ez egy egészen hihetetlen történet, mert azért legalább 300 éven keresztül Verbőci hármas könyve alapján ítéleteket hoztak a kisebb helyi bíróságok, és nagyon sokszor ez az ítélet halálos ítélet volt. Tehát mondjuk állatokkal való fajtalankodást, az Verbőci a sima halállal, nem bacakolt sokat, és ilyen ítéleteket az uriszéki bíráskodás során sokszor hoztak. Mondom, eléggé szomorú a történet, tehát egy nem hivatalos jogkönyv alapján, ugye a szokásjog alapján egyszerűen hoztak ítéleteket, nem is keveset, aztán később nagy nehezen lett hivatalos jogkönyv, de az jóval később volt, addig Verbőcinek a munkája volt forgalomba, talán egészen a 19. századig, bizony ez eléggé fura dolog. Erdélyben valamikor törvénybe iktatták, de a királyi Magyarországon nem. Ez egy szebb pillanat a magyar kultúrtörténetben. Nem nagyon ismert, ugye a Bocskai családról van itt szó, ugye a családnevet jól ismerjük, és az a személy, akire én most hivatkoznék, ez úgy hívják, hogy Bocskai György. Ez a Bocskai György, ez egy ilyen mondjuk így írásművész volt, a kalligráfiának a nagy tudósa, és ő volt talán minden idők legszebb írás mintakönyvének az elkészítője, és az ő miniatúráinál jobb minőségűeket azóta sem rajzolt senki. Pedig nézzük meg, ez nagyon korai, ugye 16. század, Bocskai György. Világon rengeteg helyen jegyzik, hát nálunk van szerényen, mert hát mindig vannak éppen annak a kornak a fantasztikus miniatúrákkal foglalkozó fickó, azt mondja, hogy sokkal jobban tud rajzolni. Nem igaz, mindjárt mutatok egy-két rajzot Bocskaitól. Fölül a szöveg is az övé. Meg ez a kis illusztráció, ez, amit látjuk, ugye ezt már egy kortársa készítette, tehát a szöveget kell nézni. Azok a szakemberek, akik később is ilyen jellegű témákkal foglalkoztak, aznak hát kérem szépen, ez a csúcs, nem is érdemes indulni ebben a témában, itt egy kis nagyítottam ezt a néhány sort, nem lehet ezt felülmúlni, tehát a kézzel írt kódexlapokból, ugye nézzük meg, ez egészen hihetetlen, a leggyönyörűbbeket, ugye természetesen hozzá magát az eszközt is ő készítette, ugye, és azt mondták, hogy kész. Tessék megnézni, az interneten van róla néhány szép feldolgozás, és ez a mű, ami szerintem megmaradt egy külhoni gyűjteményben, ez rengeteg ilyen gyönyörű illusztrált lapból áll. Tehát ez egy olyan érdekes témakör, amiben ugye mi is
valami furcsát tudtunk produkálni. Aztán voltak ezek a technikai álmodók, a legnagyobb álmodó ugye ez a Verancsics Faustus, akit megint nem nagyon tudunk a magyar technika részének nyilvánítani, hogy ez részben ez egy zágrábi tudós volt, de közben veszprémi várkapitány volt, és lehet látni itt a képernyőn ezt a paplan ejtőernyőt, ugye, amit nem sokkal később, ugye, nagyjából 400 évvel később meg is alkottak, ugye, mint ahogy ezt Verancsics itt lerajzolta, ez az eredeti rajz, ugye 1616-ból, a könyvet Velencében adták, egy iszonyú nagy album, hogyha valaki egyszer valahol egy múzeumban látja, elég ritka könyv, és abban Verancsicsnak van vagy 50-60 ilyen rajza, fantasztikusan jók, és ide is írtam, hogy mi minden van ebben a könyvben, ugye 16 fajta örlő malmot, és 18 hidat, és aztán több szállítóeszköz, stb. Rajzol le. A hidak egy része olyan volt, ami megépíthető, egy része, amit úgy kigondolt, hogy ilyen lenne. Ez ugye már Leonardo utáni fickó, ez a Verancsics, nem tudjuk, hogy volt-e kapcsolata Leonardoval. Tény az, hogy ilyen típusú ábrázolás korábbi könyvekben nem található. Nem tudjuk, hogy az ő ötlete volt-e, vagy más, tény az, hogy az ő könyvében jelent meg. Érdemes lenne Verancsics Faustus veszprémi várkapitány könyvét ugye újra teljes szövegében és méretűen kiadni, előadni, újra kiadni. Na itt egy másik, ez egy technológia, ami a 17. századra ért be gyakorlatilag, de Magyarországon már jóval korábban használja. Volt egy magyar bölcserzési eljárás, ez már 15-16. Században ismert volt, és később azt a franciák is átvették, és ezt magyar, tehát minden nemzetközi kézikönyv magyar eljárásként jegyezte már akkor is, és azóta is, tehát azt hiszem, hogy egy eléggé nagy dolog, mert hát egyébként hát a bőrcserzésben, bőrművességben, ugye a későbbiekben már nem voltuk annyi a világ középpontjában, de úgy néz ki, hogy még a 18. században igen. Itt van egy például egy párizsi szíjgyártó szabályzat, ugye egy aránylag korai, és azt mondja, hogy ugye akkor készültek ugye ezek a jól ismert aránylag kellemes közlekedés biztosító magyar kocsik, és hogy annak a szíjazatához kizárólag magyar módra készített bőrt szabad felhasználni, írja ugye ez a francia kézikönyv. Tehát a franciák azért mindenhonnan összeszedték a jót, ugye? Tehát Magyarországon nyilvánvalóan minden kocsi gyártó, az, aki hát ezt kell használni, hát mi így szoktuk. De a francia külön megjegyzi, hogy nem ám akármilyet használ jó ember. Nézd meg ezt, hogy ez milyen ez a magyar módra az eljárás. És ez a bizonyos magyar kocsi így terjedt el a világban. Itt volt, ez volt ez a kocs, elvileg ugye kocsközségből származó kocsi, tehát ez így nézett ki. Az volt a lényeg, ugye, hogy ehhez már valami fajta ügyes rugózást is kitaláltak, és hát, hogy itt ugye ez a bizonyos tenge ugye forgatható volt, tehát sokkal könnyebben tudtak az utakon haladni. Ottan középen azért az piál, tehát azzal nincs probléma, tehát reklámozza a magyar nedűt, ugye ez végül is látszik, hogy korabeli az ábrázolás. Na egy másik ugye, ez a jól ismert Zégner kerék, ugye amit ez a debreceni Zégner János András orvos és fizikus és matematikus talál ki. Azért érdekes, ugye ez még maga Euler, ugye, a nagy németalföldi tudós is elismeri, hogy egy kitűnő leírás. Zégner aránylag keveset tölt Magyarországon, ugye egy pozsonyi ez a Zégner család, és aztán ő átköltözik, orvosként dolgozik Debrecenbe, de csak egy évet, mert megismerkedik egy német hölgyel, és hát aztán úgy gondolja, hogy ő inkább mégis Németországban folytatná. A hölgy valamelyest csinos volt, ezt most nem nagyon tudjuk, de a hölgynek a papája viszont professzor volt, és az ottan ígért némi posztot az ifjúnak, hogyha esetleg így összejönne a frígy. Úgyhogy aztán úgy gondolkodott ugye András, hogy hát
az azért nem rossz Németországban professzorként működni. Hát a csaj majd beválik, vagy nem, az majd kiderül. Lényeg az, hogy elment Németországba, és hát ott volt professzor több évtizeden át, és az egyik legelismertebb 18. század végi tudósról van szó. Szóval nagyon sok könyve van az Egnernek, most egyre többet szkennelnek be a német gyűjteményekből, és mondom, lehet látni, hogy még a nagy Euler, ugye, aki németalföldi tudós volt, de Pétervárott is működött egy időbe, ugye, és ő volt, ahogy ezt még a múltkor előadásban említettem, minden időknek a legszorgalmasabb publicistája matematikában és fizikában. Ugye hát 850 komolyabb dolgozatát ismerjük, és ezek között több könyv is van. Ez nagyon nagy szám volt 18. században 850 munkát publikálni, és szabad idejében ez még készített 13 gyereket. Úgyhogy azért lehet látni, hogy ez egy nagyon szorgalmas figura volt, és hát a pétervári hideg téli estéket ugye hát így tudta hasznosan eltölteni. Nézzünk néhányat, ami már nem kézzel íródott, mint Bocskaié, hanem ami már nyomtatott, és ami nemzetközileg számunkra nagy siker. Ez a Zsámboki János, nem tudom, hogy őt is felterjesztjük majd a világemlékezet jegyzékben, már pedig illő lenne. Megint az a gond a bácsival, hogy Bécsben élt. Ugye magyar tudós, de Bécsben élt. Tehát megint azt fogják mondani, hogy de hát nem, ő egy bécsi magyar tudós, akárhogy nézzük. Janus Pannonius meg ilyenekkel foglalkozott, egy osztrák pasit mikor érdekelt volna Janus Pannonius? Soha. Ez az ikonész, ez azért érdekes, mert itt régi tudósokról egy-egy illusztrációt és rövid életrajzot közöl ebben a munkában. Nagyon sok kiváló művet köszönhetünk Zsámbokinak, tehát megint olyan tudós, hogy kint ismerik, itthon nem biztos, hogy mindenütt. A debreceni aritmetika azért fontos munka számunkra, mert az első magyar matematika, tehát már egy vastag könyvről van itt szó, nem egy pár oldalas nyomtatvány, és csak hirtelen megjelenik ez ugye Debrecenben, ami egy gazdasági központ volt akkoriban, ilyen vásárközpont, tehát szükség volt matematikai munkákra, meg mondjuk a pénzeknek a különböző átszámítási táblázataira, tehát ezt várták ott az emberek, és akkor kiadták ezt a könyvet, de nincs rajta szerző. Azt írja ő maga, hogy egy tulajdonképpen egy spanyol tudósnak a számvetéséből vette át, de ha megnézzük ennek a spanyol tudósnak a művét vagy műveit, akkor látjuk, hogy nincs köze ehhez a debreceni kiadáshoz, azért írták rá, mert az akkoriban nagy név volt, és így lehetett egy könyvet jól eladni, ha ugye az eredeti szerző nagy név. Azért halvány egyébként, Gemma Frisius van odaírva, pirossal nyomták, és azért halvány, mert pirossal nyomták, és ugye az nem hozzá olyan jól állt a fotográfia. Tehát Gemma Frisius, de Gemma Frisiusnak a matematikái nem hasonlítanak ehhez. Valószínűleg tartják a matematika történészek, hogy ez egy lengyel mű alapján íródott. Van is benne néhány olyan betű, amit ugye inkább a lengyelek használnak, tehát nagy valószínűséggel így készült, és aztán Debrecenben ez valóban egy sikerkönyv volt. És nem sokkal később, lehet látni egy év, és megjelenik az első botanika. Nem eredeti munka, ugye Mélius Juhász Péter összeállítása, aki ugye református teológus volt ott, Mélius már 1577-ben meghalt, tehát ez már egy posztumusz kiadás. A könyv azonban rendkívül nívós, tehát a nagy európai botanikák, gyógynövénykönyvek alapján ezt elkészítette, és lényegében minden leírása hiteles. Azóta se tudtak túl sokat hozzátenni ehhez. Tehát ma az ember vesz egy ilyen új csodanövények, gyógyhatár, miért, ami a vízé van rengeteg ilyen fantasztikus vízé, ez sokkal gyengébb mindegyik, mint a Mélius féle herbárium. Tehát ő még azért nagyon precízen utána nézett, és mindent leírt, nem sokat tudtak hozzátenni. No, az előbb említettem, hogy lengyelből fordították valószínűleg azt a aritmetikát. Azért is gondoljuk ezt, mert sok művet fordítottak lengyelből. Ez egyetlen műnek a címlapja.
Ugye, mire a pasi kiolvasta a címlapot, már meg is unta az egészet. De mivel kalendáriumról volt szó, hát ezt mindig úgy lapozgatni kell, nem kell végigolvasni, ugye, mint a mai ilyen kincses kalendárium, mindig egy kicsit elolvas, azt mondom, de hát azért ez már egy komoly csillagászati munka is, és ezek a fickók, ugye, krackai tudósok voltak, vagyis krakkóiak voltak, vagyis ezek már ugye a Kopernikusz tanítványoknak a köréhez tartoztak, komoly csillagászokról van szó, és bármilyen furcsa dolog, mindig ugye mondják, hát, hogy hát ezek a kalendáriumok nem komolyak, de azok a kalendáriumok, amiket lengyelből fordítottak magyarra, azok komolyak, azok nagyon nívósak. És szerencsére a magyar kalendáriumok nem akkoriban, tehát egy harmada az lengyel munka alapján készült. Mindegyiknek van egy ilyen hosszú címe, és hát Bornemisza Péter nagyon szépen tudott magyarul, tehát nagyon jól lefordította ezt a kalendáriumot. Itt van egy másik, ez az 1569-es, megint egy krackai tudós alapján készült, ugye kolozsvári, ugye hát akkoriban ugye ezek a régi tudományos nyomtatványok Debrecenben és Kolozsváron nagyon nagy számban készültek. Itt ugye az illető figyelembe vette, hogy a bécsi kalendárium akkoriban milyen, megnézte a krakóit is, és ezekből összegyúrt egyet, és 1569-es évre időbe, tehát 1568-ban ki is adta. Érdekes módon nagy volt a példányszámuk a kalendáriumoknak. 5, 6, 8, 10 ezerig fölment a példányszám, pedig hát 17. században vagyunk, tehát itt nem arról van szó, hogy csak 5-6 darab készült, ezek alapművek voltak. Tehát ezek az egyházi, nyilván, művek, énekeskönyvek, és általában Euklidesznek a geometriája. Ezek voltak akkoriban sikerkönyvek. Hát ki gondolta volna ma, kinek a polcán van ott Euklidesz geometriát, ki a túrót érdekelnek a háromszögek. Senki. Akkoriban ezek sikerkönyvek voltak. Nagyon érdekes dolog. Itt van még egy, ez az 1582-es nagyszombati naptár, ami azért érdekes, mert akkor volt a váltás, a régi naptárra áttértek a Gergely naptárra, nem volt könnyű ezt áthajtani, hoztak róla törvény, de egy csomó helyen, ugye, mert a törvényt, a katolikus döntésre hivatkozva hozták, ahol nem katolikus közösség volt, az vagy elfogadta mondjuk a római döntés alapján hozott Gergely naptárt, vagy nem fogadta el. Tehát ebből viták voltak, nem volt egységes akkoriban még a naptár, és ez más országokban is így van, Angliában is hosszú ideig ugye az anglikán naptárt használták, nem fogadták el a váltást. Az oroszok ugye a 20. században még a régi naptárt használták. Ez megnehezíti ám a munkát, de mindig tessék figyelni, mindig meg kell nézni, hogy a fickó milyen naptár szerinti évszámmal született vagy halt meg, mi van a lexikonban. Nem elég csak azt odaírni. Mondok egy példát. Majdnem minden fizika tankönyv leírja, hogy amelyik évben meghalt Galilei, született Newton. Erre mindenki emlékszik, ugye? Ez nagyon szép, csak nem igaz. Szomorú. Azért nem igaz, mert ahol Galilei meghalt, ott más naptárt használtak, és ahol Newton született, ott pedig az anglikán naptárt használták, ugye 10 nap a kettő között az eltérés. És ez a 10 nap, ez problematikus, mert a régi naptár szerint, ugye, itt ugye már az új időszakról van ugye szó, 1642-es évről van szó, és 1642-es évnek a decemberjén született, ugye, Newton. Ez rendben van a régi naptár szerint, de a régi naptár szerint 41-es év végén halt meg Galilei. Ha az új naptárt veszük, akkor meg átugrik, ugye? Decemberhez hozzázunk 10 napot, akkor már az átmegy januárra, és akkor az új naptár szerint pedig Newton ugye 42. januárjában született, tehát ez a baj, hogy se az egyik naptár szerint nem jön össze, hogy egy évben történt, se a másik szerint, csak akkor jön össze, összekavarják, így készülnek a tankönyvek. A lényeg az, hogy ez a 10 nap, ez gondot okoz Newtonnál, de másoknál is. A nagy szovjet enciklopédia, ugye ez a Balsaja Szovjetszkaja enciklopédia, ez a sok kötetes, ugye ennek van többként, van egy kék kiadása, ugye van ez a modernebb, ez a bordó, ő minden évszám mellett odaírja mind a két naptár szerint a fickónak a dátumait,
És ez egy segítség, mert lehet látni, hogy hoppá, itt nagy eltérések lehetnek, különösen itt az évvége, éveleje, egyáltalán nem mindegy, ugye, egy egész évszámot ugorhat, de ők ebben nagyon precízek. Emlékszem, a nagy, annak idén ugye a lexikonoknak követni kellett a politikát, ugye, és amikor valami nagy politikus kegyvesztetté vált, ugye, akkor a könyvtáraknak kiadtak egy utasítást, hogy vágják ki azt a szócikket. Marha kínos volt. És akkor helyette nyomtak egy új oldalt, és akkor nagyon sokszor ugye itt a 50-es éveknek a lexikonaiban ott kiszednek egy oldalt, és beragasztottak egy új oldalt. Csak a pasi esetleg két sorba szerepel, miközben előtte az egész oldalt ő töltötte ki, és ilyenkor nagyon nehéz helyzetben voltak a lexikon szerkesztők, mert ki kellett tölteni azt az oldalt valamilyen lényegtelen témából, annyit kellett írni, hogy ki kiférjen az egész, és hogy akkor le lehessen csökkenteni, úgyhogy eléggé hihetetlenek ezek a 20. század 50-es éveinek lexikonai. Na azt mondjuk, a nyomtatott művek, ugye hát a nyomtatásban a legnagyobb név számunkra legalábbis ugye ez a bizonyos Misztót falusi Kis Miklós nyomdász, ugye, aki Németalföldön dolgozik, aztán hazajön Erdélybe. Ő ennek a Jansson betűtípusnak a megalkotója, ezt lehet írni S-szel is, lehet írni két O-val is, tehát a régies írásmód szerint. Lényeg az, hogy ezt a Jansson betűtípust, ezt nagyon-nagyon sokszor használják, mint híres valami Holland Jürgének a találmányaként, de hát szó nincs róla, ezt a betűtípust ugye ő metszette, senki más, tehát el kell szomorítani a kinti nyomdászokat, hogy ne higgyék, hogy ők egy saját fickónak a metszett betűit használják. És ugye ettől a Tótfalusi Kis Miklóstól sok nemzet rendelt olyat, hogy készíts el az első olyan ólombetű sorozatot, amivel a könyvet tudnak nyomni, tehát például az első grúz kiadványok, azok mindenképpen az ő általa metszett betűkből készültek. Ez nagyon nagy dolog. Tehát vannak nemzetek, akik tisztessége állítják, hogy az első könyveiket mind Tótfalusi Kis Miklós féle betűtípusból nyomták, ugye? Ez egy nagyon nagy dolog, és ők tudják, mi nem nagyon tudjuk, tehát utána kell másznunk. Amiben nagyon nagyok voltunk itt ugye a korai századokban, ugye ez a bányászat és kohászat tudománya, főként ugye a Felvidék, Észak-Magyarországon rendkívül gazdag bányák voltak, a fuggerek kezdték ezt aztán szépen kitermelni, és a cuccot elvitték innen. Ez a Kolesséri, ugye ez egy erdélyi tudós ember volt, és ő nagyon komoly szakkönyvet írt a bányászatról, másodállásban orvos volt egyébként, harmadállásban pedig bigámista. Tehát ez a három szakmája volt Kölesérinek. De a pasi szegény ráfaragott, és lecsukták emiatt. Tehát ez nem rendes dolog. Az Angol Királyi Társaság híres magyar tagját, ugye, emiatt ugye tömlöcbe dugni, hát ez nem rendes dolog, de hát az erdélyi bírák nem kegyelmeztek neki. Könyvgyűjtő is volt, ugye, és hát a korának tényleg az egyik legkiválóbb tudós. Az angolok nagyon kedvelték az erdélyeket, ugye, mert ugye református, protestáns közösségeknek ugye közös tagjai voltak, szívesen választottak onnan tagokat, maga Robert Boyle, ugye a Boyle Mariott törvényből az az egyik pasi. Maga Robert Boyle, aki egy ideig elnök volt itt a Királyi Társaságban, tartott is előadást például a magyar bányászatról. Ugye? Tehát látszik, hogy azért ismerték őket, és Kölesérit is nagyon kedvelték, amíg szabadlábon volt. Következő Mikovini Sámuel, aki nemzetközileg szintén nagy név lett, de vele megint ugyanez lesz a baj, mert ugye Szlovákia is saját tudósának vallja. Ő volt a Selmeci Bányászati Akadémia első professzora, tehát a legelső matematikát, térképészetet, műszaki tudományokat tanított, és aztán ő volt az, aki kiépítette ezt a hatalmas, itt ugye le van írva, ezt a hatalmas tórendszert, ami szerencsére fennmaradt. Ez nagyon tisztes mennyiség, 7 millió köbméter víz, ugye,
azért az nem akármi, és ezt megtervezni, ugye itt ő 1749-50 körül halt meg, tehát azért a 18. század elején ezt megcsinálni nem kis dolog, egy iszonyú képzett fickó volt, Mikovini. Sámuel, ugye ő volt az, aki Bél Mátyásnak a híres ország leírásához elkészítette a térképeket, ezek a térképek tényleg gyönyörűek. Nem jelent meg a teljes sorozat, de nagyon sok kötetet akkoriban ki tudtak nyomni, a mostaniak, a maradékot azt mostanában rendezgetik sajtó alá. Ugye a zsenialitásunkra jellemző, hogy amikor ugye meghalt Bél Mátyás, Pozsonynak a professzora, akkor elhatározták, hogy a hagyatékát elhozzák Esztergomba. De hogy a legegyszerűbb Pozsonyból Esztergomba elhozni egy ilyen nagy tudós hagyatékot? Hát nyilván a Dunán, ugye? De hát olyan hülye módon hozták le a Dunát, de beesett a Dunába. A több tízezer oldalnyi kéziratosság úgy kell kihalászni, és laponként megszárítgatni, és ezeket próbálják most ugye kiadni, ezeket a szövegeket, ugye? Tehát mondom, ilyen szerény napi zsenialitásban nem kell olyan nagyon, ugye, tehát távolra néznünk. Ez a Csináljuk meg két perc alatt, és sok pénzt fogunk keresni című Idióta pasikból, akkor is nagyon sok volt. Épp ezért aztán a Bécsi udvar, amikor a Nagyszombati Egyetemet kellett fölköltöztetni Nagyszombatból Budára, szintén a Dunán, akkor azt mondta, a gyerek, ez csak a legprofibb ilyen költöztető pofa csinálhatja, az pedig a Kempelen farkas lesz. Megmondták kisfiam maga. Na, ottan a szibátlanul ment, ugye, mert az egy zseniális fickó, amit rábíztak, a szibátlan megcsinált. A Budának a víz elvezető rendszerétől kezdve mindent gyönyörűen megoldott. Tehát Kempelen az egy zseniális műszaki elme volt, és itt hát volt egy csomó névtelen, aki állati ócskán dolgozott, úgyhogy sajnos ez a Bél Mátyás hagyatéknak a sorsa megvan, csak hát nem nagyon könnyen olvasható. Na most itt egy kortárs tudós, ugye megint bányászatról van még szó, ez a Hell családnak az egyik tagja, ugye Hell Miksa itt a körbe ugye jól ismert, hát itt ugye a tesóról van szó. A Hell családban ugye sokan voltak, volt az öreg Hell bácsa, papa, ugye, és akkor volt a Hellnek vagy 13 testvére. A lényeg az, hogy csinált ugye egy léggépet, tehát egy sűrített levegővel működő berendezést, ami az egyik első ilyen volt, amit egyáltalán meg tudtak csinálni és megépíteni, és ezt ugye az olajbányászatban szerencsére továbbra is használták. Ez a bizonyos fazola, ugye eredeti írásmód szerint két essel, ugye fazola, Henrikről van szó, ugye Külhomban érkezett hozzánk, aki ugye kohókat próbált valahogy tisztességes módon megépíteni, és ezeknek aztán sikere lett, mert lehet látni itt ugye már ugye az öreg fazolának a fia elég ügyesen meg tudta oldani, és meg tudott építeni egy ugye egészen gyönyörű kovácsolt vas remek művet. Ugye a kohó az még az öreg fazoláé, ez a vasműves remek, ez pedig már a fiatalé. Born Ignác azért jelentős figura, mert ez egy ilyen igazán nemzetközi tudós, akit majdnem mindenütt jegyeznek a világon, kivéve Magyarországot. Ami nem tudom, egy teljesen fura dolog, tehát nem nagyon bírjuk azokat, akiket valahol kedvelnek. Tehát az nekünk nem kóser. Márpedig ez a Born Ignác, ez egy érdekes tudós ember volt, mert ugye Prágai Tudományos Akadémia egyik alapítója. Itt ő együttműködött a selmeci tudósokkal. Ezt a bizonyos, ugye ma is nagy vita van ezzel a, hogy lehet tiszta állapot belőállítani aranyat vagy ezüstöt, ugye? Ugye ma is ilyen szörnyű eljárásokat használnak, ami aztán nagyon veszélyes, hogyha folyóba kerül. Ő akkor annak idején ugye higany segítségével próbált tiszta állapotban előállítani érceket. Ez sokakat érdekelt, Goethétől kezdve mindenkit izgatott, hogy megy ez. Tehát sokan kapcsolatban voltak ezzel, és össze is hívott emiatt azt egy ilyen kongresszust Észak-Magyarország, ez Klenó nevű településre. Többen eljöttek, többen pedig, mint levelezők, ugye mindig kapcsolatban voltak Born Ignáccal. De nem nagyon tudtuk, ez a Born Ignác hova való, aztán egyszer Kazinci találkozott vele Bécsben, és akkor meg is kérdezte, hogy és hát kegyet hova valósi.
Mondta, hát kérem szépen, én egy Károly-Fehérvári nemes vagyok. Hát ez a Károly-Fehérvár, ez ma nem nagyon ismert név a térképen, mert új neve van, ugye Gyula-Fehérvár. Tehát ez egy Gyula-Fehérvári erdélyi nemes ember volt, Born Ignác, egy magyar nemes, és ő, aki aztán a Észak-Magyarország nagy tudósa volt Prágának, Bécsnek, és hát a legjobb barátja pedig ugye Mozart volt, és a Szabadkőművességben is Mozarttal ugye nagy barátságban voltak. Ez a Born Ignácnak a neve szerencsére egy helyen fennmaradt, a Varázsfuvola című szerény kompozíciónak ő a fő szereplője. Ez később Mozart ugye elárulta, mert Mozart elkezdte komponálni a Varázsfuvolát, és egészen az elején tartott, amikor Born Ignác meghalt. Ez olyan 1791 táján történt, és akkor Born az egész operát az ő tiszteletére, és egy kicsit a bányászat, kohászat és a föld mélyének kutatói tiszteletére szentelte. Ezek nagy része osztrák, illetve magyar tudós volt. A Selmezbányán ugye osztrákok és magyarok vegyesen tanítottak, és hát Mozart imádta ezeket a témákat, de a lényeg az, hogy Born Ignác a fő alakja ennek az operának, tehát érdemes ezt az operát egyszer így megnézni, hogy itt egy Károly-Fehérvári nemes van a középpontban. Ez zokogva bár, de most már az új Mozart életrajz, amit az osztrákok adtak, kénytelen volt elismerni, hogy sajnos ez egy Károly-Fehérvári magyar nemes, és ez a Mozart ezt tette a középpontba, a nyű jöjjön rá, de elég sokat élt Bécsben. Born, tehát ennyiben azért picit magukénak vallják, de nem jött be teljesen. Ami a felsőoktatásban bennünket érdekel, hogy az előbb említettem ezt a Selmeci Akadémiát, ez azért érdekes, mert bányászat-kohászatban az egyik legkorábbi ilyen felsőbb fokúnak tekinthető intézmény, ugye ez a Mikovini Sámuel elindítja itt az oktatást, ugye, ez még az 1750-es években történik, és aztán szépen lassan elnyeri az akadémia rangot, és felsőfokú intézményé válik. Lehet látni, hogy rengeteg szaktárgyat tanítanak, magyarok is tanulnak ott, és Európában rengetegen jönnek. Tehát ez létrejön aztán a Spanyolországban, Madridban a műegyetem, nagyon nagy eredménynek tekintik, de a rektor a diplomáját Selmezbányán szerzi. Létrejön Venezuela első műegyeteme, de a rektor a diplomáját Selmezbányán szerzi. Nincs más út, nem lehet más út szerezni ilyen diplomát. Tehát ez akkoriban egy iszonyú nagy hatású intézmény volt. Később aztán az erdészetet is ide csatolják, ez aztán ugye Trianon után elköltözik ugye Sopronba, és a bányászati, kohászati rész pedig később Miskolcra, tehát a Soproni Egyetemnek is alapítója, meg a Miskolcinak is. Így néz ki az épület, ez egy korábbi fotográfia, de az épület ma is szerencsére megvan, és maga Selmezbánya azóta a világörökség része, érdemes elmenni, ott a minden kocka követ az utcán visszaállítottak eredeti állapotba. Minden épületet visszaállítottak. Ott a Jacquin-nek ott van az emléktáblájuk, a kémiát tanította, és a botanikus kertnek volt a főnöke. Bécsi tudós, de nagyon komoly tudós ember. Tehát mindenkire emlékeznek, vagy Doppler, ugye van a Doppler elv, ugye? De kevesen tudják, a Doppler ezen a Magyar Egyetemen volt professzor. Doppler, ugye? Nem hosszú, de ott volt egy darabért, aztán tovább utazott, de lényeg az, hogy még ő is itt tanított, tehát van itt sok, meg nem tudom, Kármán Tódornak is köze volt hozzá, tehát sok nagy tudós kapcsolódott ennek az egyetemhez, vagy annak a későbbi részéhez. Itt a gyűjteményről egy-két mondat, hogy először ugye Sopronba, Pannonhalmára kerül, aztán ugye Sopronba, és aztán egy része Miskolcra. A második ilyen felsőoktatási intézmény ugye, az a tudomány, ami ugye hát valami különleges, ugye hát a Nagyszombati Egyetem, ugye az hosszú-hosszú ideig Nagyszombatban működik, 1770 és 77 között van orvosi kara is,
aztán az orvosi karral együtt az egész egyetem fölköltözik ugye Budára. Az orvosok verték a tamtamot, hogy itt nem lehet tanulni. Ez a Nagyszombat egy kicsi település, és itt csupa egészséges ember él. Nagyszombatban nincs hulla. Kérem szépen, itt nem lehet semmilyen bonctani gyakorlatot rendesen végcsinálni. Tessék egy olyan helyre elvinni az egyetemet, ahol ilyen lepusztult emberek vannak. Na, ikkor vitték fel a fővárosba, ugye, először Budára, majd Pestre, és azóta ezt nagyon rendesen tartják, tehát azóta túltermelés van, tehát nyugodtan tudnak válogatni a hallgatók. A lényeg az, hogy Nagyszombatban, főleg onnan az orvos hallgatók verték ki a balhét, hogy vigyék el innen az egyetemet, hát elvitték. Néhány évet működtek Budán, de nem volt elég hely, akkor átjöttek aztán Pestre, a mai Semmelweis utcában volt egy ideig az orvosi kar, aztán a Millenniumra ugye megépült a sok-sok klinika, és kiépült a teljes orvosegyetem, a botanikus kert is eljött, ugye, először a Pál utca környékén, aztán a mai helyén van ugye a botanikus kert, tehát ez egy szép legendás történet, ahol minden kar jött szépen sorba, de a műszaki kar az már akkor alakult, amikor már itt volt az egyetem, ugye? És az állatorvosok képzése is akkor indult, amikor már itt volt az egyetem, tehát két ilyen nagy fejlesztés volt. A műszaki azért volt érdekes, mert a műszakiból sikerült ilyen mérnöki intézményt létrehozni, polgári mérnöki okleveleket, tehát kultúrmérnöki okleveleket adtak ki, és ezek Európában a legkorábbiak voltak. Ugyanúgy a Cselmezbányán, ugye a bányászat, nagyon korai okleveleket adott ki, ugyanígy a mérnökképzés szintén. Kevés dokumentumunk van róla, ugyanis van 1942 táján az összes műszaki dokumentumot elszállították Kassára, ahol megnyílt a Nagy Műszaki Múzeum. Tehát minden magyar műszaki találmányból az eredeti példány, és minden régi mérnöki oklevélből az eredeti példány, az elkerült Kassára. Aztán jött egy kis váltás, ugye itten második világháborút lezáró békeegyezmények nyomán, és a teljes gyűjtemény az utolsó darabig ott maradt. Tehát ma csak tudunk róla, hogy nagyon sok jó mérnök itt végzett, és annak az eredeti oklevele ott van, nagyon sok régi találmányról tudunk. Nem sokat vittek Kassára, van róla egy lista, talán, nem emlékszem egész pontosan, nagyjából lehetett 35 vagonnyi. Így körülbelül a leírás szerint. Lós is mit Ede csinált tőle egy jegyzéket, a technika történeti szemle közli precízebben. Hát az 35 vagonban fél egy-két cucc, mert egy rendes találmány, mondjuk a Jedliknek egy ilyen cumója, mondjuk ekkora. Tehát azért abból ugye sokat be lehet rakni, itt tudom én, a puskás cuccok, meg nem tudom én. Tehát sok, sok magyar találmány, mire abból összeáll egy teljes múzeum, és ugye azok az iratok, és szerencsére ezeket gyönyörűen ott elhelyezték a Kassai Műszaki Múzeumban. Ezek sok ott van most, itt nem tudjuk egész pontosan. Ez, amit említettem, tehát az első, amely polgári mérnöki okleveleket bocsátott ki, de ugye akárkit nem vettek fel, tehát előkészítő tanfolyamot végig kellett járni az ürgének, és csak utána iratkozhatott be. Tehát nem akarták azt csinálni, mint ugye mai világban, hogy befizeted a tandíjat, nem baj, hülye vagy gyerek, ugye minimális pontszám megvolt, és a többi. De hát ez nem jó, mert így nagyon sokszor egy esetleg egy egész első évfolyamnak a fele nem megy már át a második évfolyamra. Tehát sokkal célszerűbb egy teljes előkészítő éven beleverni a pasiba az alapmatematikát, ugye, és utána tovább vinni. 90 előtt, ugye, meg még hülyébb volt a szisztéma, mert ott meg nagyon sokat számított, hogy a szülőknek ugye van-e valami rendes munkásmozgalmi kitüntetésük. Tehát az nem érdekes, hogy a gyerek tök hülye volt. Szülőnek legyen valami izé. Ugye én is felvételiztettem annak idején a Műszaki Egyetemen. Ott ült a pasi, ugye levelező tagozatra jött, tehát már 30 év körül én igazgató volt. És hoz nekem két ilyen gyönyörű izést. Jó Isten, életemben nem láttam ilyet. Mondom, hát miért kapta ezt jó ember? Hát nem ő kapta. Mondom, hát hogy nem ő? Hát nem is tudtam, hogy mi vagyok. Hát még a szülők, nagyon mondom, hát igazán megható. De mondom, de mi lett volna, ha nem ezt hozza, hanem helyette megtanulja a matematikát. Hát marha kínos volt, ugye, mert rögtön panaszt tett a pasi, hogy hát ő így vele még ember nem beszélt. Na, de hát a felvételi
dolgozatot neki is meg kellett ugye írnia, ugye ennek ellenére, és hát nem tudom, hogy akkor ezzel a nulla tudása, hogy a túróba gondolta, hogy valamire vinni fogja, vagy ha ő elkezd aztán valami, nem tudom, vízügyi építményt építeni, ugye, ottan esetleg némi gond lenne, hogy ugye nem lenne olyan nap, amikor valami nem szivárogna. Tehát akkor még mindig jobb, hogyha otthon van, és igazgatóként nem csinál semmit. A harmadik ilyen intézmény a Georgikon, ez ugye, amelyik mezőgazdasági szakembereket képez, ebben nagyon jók voltunk mindig, el kell ismerni, most is. Sokan jönnek ide külföldről is, az Orvos Egyetemnek is ugye rengeteg külföldi hallgatója van, ami azért bevételt is jelent. Tehát sokan szívesen hallgatnak itt, ugye, angol nyelvű előadásokat. Ez a Georgikon ebben a szempontból egészen zseniális volt, ugye a Festetics család adott erre lehetőséget, és előttem, ugye Szarvason Pete Ferenc, ugye nagyon komolyan, nagyon magas szinten oktatta az agrártudományt, és annak alapján a Georgikonba ugye ezt nagyon szépen tovább tudták vinni, akár mondani, tehát Tessedik Sámuel az első, az alaptanár, és a Pete Ferenc, aki átveszi az ötleteket. Tehát Tessedik Sámuel Szarvas, Pete Ferenc pedig, mint látjuk, ő már kezd hely. De a Tessedik, aki elindítja, zseniális könyveket ír, és hát akkor is ugye lehet látni, hogy a képzésben megint milyen fontos tárgyak voltak, ugye agrárképzésben mi volt az egyik fontos tárgy? Kettős könyvelés. Ez a lényeg, ugye? Az, hogy kókad a nyomoronc, az érdektelen. Stimmeljen a könyvelés, ugye? Ez volt a lényeg. Tehát az európai tudományosság évszázadok óta, ugye, a hülyékre épül, és a lényegtelen dolgokra, és sajnos ezeket mindig meg kellett tanulniuk a gazdálkodóknak. Ugye most is mindig ezeket csesztetik őt, hogy váltsa ki a nem tudom mi ízéig, a rovatba írja be ízé. Azt mondja, de nem értek hozzá, hát mihez? Gombákhoz. No jó, hát a gomba az egy dolog, de hát a rovat, apukám a rovat, hogy hova? Ízé, ugye? Melyik rovatba, hány gomba? Hát ugye? Stb. Ugye? Ez itt a lényeg, ugye? Nem az, ugye? Itt lehet látni, hogy Pete mibe volt azért nagyon nagy, ugye a trágyázás az egy teljesen új dolog volt akkoriban Európában. A jutenyésztés, ugye itt Magyarországon nem volt akkor divatos, ezt ugye az angoloktól veszik át, és a szélmalmok, ugye a német alföldiek, az szintén akkor jönnek át. Ez a Pete, ez egy iszonyatosan képzett fickó, van matematikája, vagy lefordítja Davy-nek a kémiáját magyarra, ugye ez a Davy, aki ugye Angliának akkoriban a legnagyobb vegyésze, itt a 19. század elején, ugye talán a nátrium és a kálium, ugye mind a kettő Davy találta meg. Ezek jó cuccok. Tehát ez egy ilyen ügyes vegyész figura volt. De mint mondják, ugye volt egy segédje, aki ott mindig segít, mosogatott, minden írogatott, minden segítette ennek a Davynek. Mondták, na ez a segéd, na ez volt a legnagyobb találmánya magának, drága professzor. A segédet ugyanis Faradaynek hívták, akinek aztán baromi nagy törvényei is voltak. Davy csinált egy Davy lámpát, mondták, jó, nagyon szép izé, de hát ahogy a maga segédje világít, az azért valami, a Davy lámpa, az egy dolog. Úgyhogy, amit ugye a bányászatban stb. Használta. Na a lényeg az, hogy aztán ezen Faraday, de ugye a Davy előtt meg is sértődött. Így nézett ki a Georgikonnak a magtára, fennmaradt egy eredeti tervrajz. Na nézzünk egy más témát, a nyelvtudomány. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ugye ez a magyar nyelv, ez egy olyan komplikált nyelv, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy valaki egy jó nyelvész, jó magyar nyelvész, az a külföldi nyelveknek a szerkezetét is aránylag gyorsan meg tudja érteni, és rengeteg szótárat tudtak csinálni. Az első, aki megpróbálja, ugye itt ugye a fonetika tudományának a megalapítója, ez a bizonyos Kempelen Farkas, hogy van egy csakózógép, az érdektelne, az a lényeg, hogy van egy beszélőgép a fickónak, amit például a skandináv tankönyvek is azt írják, hogy kérem, ez a fonetika tudománynak az alapműve, ez a Kempelen féle nagy tudományos leírás. A második ilyen érdekes figura a nyelvészetben, ez a Úri János, nem nagyon ismert név ma már. Ez egy német egyetemen volt diák, és ott olvasott egy hirdetményt. A hirdetmény így szólt, hogy keresünk valakit, egy angol gyűjtemény írta,
aki az Angliában összegyűjtött, mert ezek finoman fogalmaznak, ugye, tehát itt ugye miről van szó, az angol gyarmatosítás idején összelopott, ugye, hát így lehetne, de összegyűjtött, így is lehet fogni, elegánsabb, ugye, ugye a megfelelő hideg kések hatására elég sok kézirat jött össze, és ezeknek a nyelve, ugye héber, káldeus, etióp, szír, arab, perzsa és török volt mindössze, és kerestek egy pasit, aki ezeket a nyelveket beszállt, nem csak hogy ismeri, hanem össze is tudja rakni ezt a rengeteg kódex lapot, rendszerezni tudja, és amit lehet, ebből ki is nyomtat. És akkor kiadtak egy hirdetést az akkori egyetemeken, van ilyen utolsó éves hallgató, szívesen átvenne ez az angol gyűjtemény. Hát Úri Jancsi azt mondta, de gyerekek, ez nem ügy. Mi ez a pár nyelvet, hát ez egy nagykörösi gyereknek nem gond. És Úri Jani elment Anglia, jelentkezett, és évtizedeken át ő volt ennek a Bodleian gyűjteménynek a rendezője, ugye Leidenben tanul akkor, és ez egy idézet, hogy a 19. századig alig van magyar tudós, aki Európa színe előtt nagyobb becsületet szerzett a magyar névnek, mint Úri János. Tehát a legnagyobbnak tartották. Ma már csak azt tudjuk, hogy Várban van egy Úri utca, mert azt a kiabánatról azt nem tudni, de lényeg az, hogy kicsi a valószínűség, az Úri Jánoson nevezték el, lényeg az, hogy akkoriban Angliában a legnagyobb, és hát mindenki tudta, ez egy magyar srác, tehát ezt Angliában még akkor tudták, Debrecenből egy professzor el is ment, meg is látogatta őt, hogy jó sorod van-e fiam, én nyilván ugye a nagykörös után ő Debrecenben is tanult, és Úri János rengeteg könyvet adott ki. Itt van egy-kettő, ezek ilyen szörnyű középkori iratoknak a nyomtatott változatai, de mindegyiken rajta van, hogy Úri János rendezte sajtó alá, aki egy nagykörösi magyar. Hoppá! Mert Jánoskám nem azt mondta, hogy nem azt írjátok oda, hogy a londoni gyűjtemény vezetője, egy túrót, azt fogjátok odaírni, hogy egy körösi magyar gyerek vagyok, és ez minden művére rájt. Ez érdekes. Tehát így jelentek meg ezek a hatalmas kézikönyvek. Úri János nem hagyta magán. Aztán ez megint egy finom íromány. Ez a Burda néven szokták egy rövidítve mindig. És a harmadik szintén ebből a gyűjteményből lehet látni, ez a kéziratoknak a katalógusa, amit ugye Úri János rendez sajtó alá. Itt már ugye az összes nyelv összes kéziratát földolgozza, és megcsináljanak a katalógust. Ez nagyon húzós meló. Tény az, hogy földig hajol mindenki előtte. Itt egy mondat, ezt én találtam ki, de nagyon nehéz száfolni. Fura dolog. Tehát, hogyha megszámoljuk, hogy hány nyelvet szótáraztak magyar tudósok, akkor úgy látjuk, hogy itt a világ ranglistát mi vezetjük. Sok helyen adtak ki szótárakat, de rengeteg olyan nyelv van, amit először a magyarok szótáraztak, és csak utána vették át tőlünk mások. Itt van például Munkácsi Bernát. Nem nagyon emlékeznek már az ő nevére. A leszármazottját ismerjük, a Munk bácsi. Emlékszik, hogy kell a néve? Munk bácsi, nem majd. Van ez a West End, ugye ottan a nyugati pár, az a bazinagy izé. Na, annak a pénzügyi főnöke, tehát akinek köszönhetjük a West Endet, ugye, aki az egésznek a pénzügyi háttérmunkálat irányította, és akkor itt jött Budapesten, és el is mondta, hogy ő a nagy ősre. Nagyon büszke a Munkácsi Bernátra. Őt is Munkácsinak hívták, de azt hiszem elment Kanadába, és ott ezt a ilyen hosszú nevet nem tudnak a kanadaiak kimondani, ezért lett Munk. Tehát őt is Munkácsinak hívták, ez a Munk bácsi, aki mondom ezt a West Endet csinálta nekünk. Munkácsi nem csinált West Endet, de elment egy jó pár helyre. Megcsinálta például a Votnyák jelv szótárát. Hát ugye az emberek többségének tök mindegy, hogy az utolsó szót érti, hogy egy szótár
Ottyák, hát most mit csináljunk? Tehát őt baromian izgatták ezek a, elvileg ugye a magyarokkal rokon régi-régi nyelvek, és akkor elment és szótározta a Votnyák nyelvet, de elég húzós munka, lehet látni, ugye 6 év alatt tudta kiadni ezt a... aztán megcsinálta a rendesebb ember, ugye a Votnyák nyelvjárásokat is, tehát nem csak úgy simán, ha már ott járt, akkor már a nyelvjárásokat is megismerte, és akkor ezt így a megfelelő szórakozásokkal együtt itten hirtelen, akkor indult ez az Ugor füzetek, ez egy nagy sorozata volt az akadémiának. Aztán külön a déli osztják szójegyzéket is, nem ám úgy csak hirtelen, darabonként itt felosztotta, de lehet látni, hogy már a pápai Károly is kezdte ezt gyűjteni, és már neki beletört a bicskája, de nagyon érdekes, a régi nagy szógyűjtés, 2-3 tudós életműve kellett hozzá, hogy valahogy összeálljon, majd mindjárt mutatok még egyet, hogy még többen gyűjtötték, mire összeállt egy teljes mű. Itt van egy kortárs, ugye Gyarmati Sámuel, ő ugye egy kicsit korábbi, aki elkezdi ugye a finn-magyar rokonítást, ugye az előtte levő könyvet írja ugye Sajnovics János, ugye arra mindenki emlékszik, amikor Hermiksával együtt ugye Vardőre mennek csillagászkodni, de elég hideg volt, úgyhogy Sajnovics inkább itt a hölgyekkel próbálta a nyelvet szótároztatni, addig ott a Hermiksa ült abban a lapruhában, ugye mindenki emlékszik a rajzra, és nézegette, most ha jön a Vénusz, vagy nem jön a Vénusz, de a jó ember ezt úgy szerette közelebbről megvizsgálni a Vénusz ügyeket. Na a lényeg az, hogy összeállt ez a szótár, és hazajöttek, és akkor ugye egyrészt Hell kiadta ugye a Vénusz átvonulás, napparalaxis, stb. Munkáját, ugye, ami abban az ő bécsi sorozatában ugye megjelent, és közben ugye Sajnovics pedig a ugye 1769-ben volt az expedíció, az 1770-ben ugye kiadja Nagyszombatba, aztán Bécsbe is ezt a bizonyos alap és a magyar nyelv rokonításáról szóló munkát. Na erre épül aztán Gyarmati Sámuelnek a könyve, ez egy erdélyi orvos, ugye látszik azért mindegyik először avval indul, erdélyi orvos, aztán azt valahogy miatt megunja, feljön Budára, itt nem kap elég munkát, úgyhogy elszegődik a budai várszínházhoz súgónak. Na hát hol kap munkát egy erdélyi orvos akkoriban? Itt. És akkor itten súg, de úgy látszik addig súg, amíg aztán eljut ugye Göttingenbe, és megírja ezt a nagy művét. Ez egy elég híres kötet, és azóta is ennek a szakmának az alapműve. Ez a Budenz József, ez nem magyar pasi volt, egy német fickó, ide jött Magyarországra, megtanult magyarul, és lehet látni, hogy mindjárt ő is ráugrott ezekre a ugor nyelvekre, ugye ő újabb ez a mordvin, stb. Ez a munkát sem foglalkozott, tehát ő újabb nyelveket talált magának, és ment a csata akkor, hogy a magyar nyelv inkább az ugor családhoz tartozik, vagy a törökhöz, ugye ezek tök fölösleges viták egyébként, mert itt a magyar nyelvben ugye innen is, onnan is jöttek szavak elég szép számmal, és korábban pedig nagyon, ugye valamilyen ázsiai területekről érkeztek ide ezek a régi-régi magyar törzsek, tehát nyilván ugye azokat az ázsiai nyelveket és annak egy ilyen nagyon specializált ugye magyar nyelv részét hozták magukkal, vagy mások mondják, hogy volt egy ólatin nyelvcsalád, abból mi is kaptunk meg fel anyagot, és a finnek is, tehát innen van a rokonság. Ezek nem olyan nagyon-nagyon döntő dolgok, bár hát jó ezeket vizsgálni. Hát mondja, már csak gyakorlatilag ennyi hiányozna, hogy megismerjük a magyar történelmet, már jó lenne. Ugye? Tehát ha azt csak mindent egyébként tudunk, ugye? De az ember megkérdezi, hogy 56 az úgy nagyjából föl van dolgozva? Hát nagyjából igen, de részleteiben nem. És a 19, na abból semmi. Tehát ugye rengeteg nagy kérdés van, és a második világháború előidőszaka, és rengeteg olyan kérdés van, amit még föl kéne dolgozni. Most lesz ugye 2014-ben az első világháború kezdetének a 100. évfordulója. Nagy tudományos kongresszusok, kutatások indultak most. Hát ugye lehet látni, még arról sem tudunk túl sokat.
Nem tud túl sokat. Rengeteg feldolgozni való van, és hát aztán majd kíváncsi vagyok, hogy 5 évre rá a 19-es időszakot hogy fogják feldolgozni. Lényeg az, hogy Budenc is kiadja maga kis ízért, nem vacakol, itt egyből ugye Erdély és Hegyi Cseremiszre megy rá, ugye, mint minden rendes pali. És ő már ugye itt lehet látni, hogy a Reguli Antalnak, a nagy híres előd utazónak a hagyatékát is fel tudja használni, és hogy az Új Testamentumnak volt egy Cseremisz fordítása, hát kérem, ebben eddig nagyon gyengék voltunk, de Budenc erre is ráugrott, úgyhogy ez egy szép tisztelet. Na most ugyanúgy a Reguli lehet látni, ez egy hihetetlen könyv, ugye? Itt az osztják hősénekekről van szó, ugye? Elkezdi a Reguli, ugye ez egy nagyon nagy keletkutató utazó volt, folytatja Pápai József, aki az első nagy magyar kvázi irodalomtörténeti, irodalomtudományi munkát írja, ő se tudja megfejteni. Átkerül Zsirai Miklóshoz, aki egy akadémikus volt, és az ő hagyatékát végül is ugye Fokos Dávid, ugye teljes nevén Fokos Fuchs Dávid kiadja, és abból jelennek meg ezek az osztják hősénekek. Hát kérem, azért ez egy hihetetlenül nagy kutatás sorozat, tehát azt jelenti, hogy akárhogy nézzük, egy négy tudós életművéből áll össze egy kötet, amiből hát egy mai ember azt mondja, hogy hú, hát gyerekek, óriási, hogy osztják hőségek, hát ez nem semmi. Pedig mindenkinek szeretném ajánlani, sokkal jobb ilyet olvasni, mint a tévébe figyelni a napi politikát. Tehát ennek legalább van értelme. Ugye? Tehát előbb-utóbb ebből valamit az ember felfog. Abból semmi. Tehát azért nem mindegy, jobb inkább ilyet kézbe venni. Nézzük egy másik témát, ugye a technika. Kint ismerik, itt megint úgy nem ismerik, ugye? Itt az Asbóth Sándor nevű pofa, ez nem a helikopteres Asbóth, aki amúgy se repül sehol, de ez legalább csinált valamit. Ez egy hadi fickó, aki aztán megpályázott egy állást, ugye New York város főmérnöki posztját meghirdették, és Asbóth ezt elnyeri. És ami nagyon érdekes, ugye megcsinálja a városnak a térképét, és ugye magának a Central Parknak is ugye elkészíti a rajzát, hogy hogyan kell ezt majd kiépíteni. És a maga New York városa, ugye ezek azért érdekes, ezek a merőleges utcák, stb. Ez mind az Asbóth találta ki. Hát nyilván azt mondta a gyerekek, hát ha már gyorsan kell valami tervezni, valami egyszerűt, nem ám itt tenni ilyen kanyargós. De szépen elvágóla megtervezte, és betartották az amerikaiak. Tehát New York városa teljes egészében Asbóth tervei alapján épült. Ha valaki elmegy New York város polgármesteri hivatalába, ott az előcsarnokban van egy nagy Asbóth kiállítás. Hát azok ismerik a pofát, innen meg hát azt mondjuk, hogy na jó, nem tudunk róla semmit, pedig nem rossz. Na itt van a Asbóth terv a gyakorlatban. Ugye lehet látni, ez a tök elvágólag című izé, ezt így a pasi megrajzolta, és megvan a hanyadik utca, ugye a krimikben mindig van a Fifth Avenue, meg nem tudom mi, ott lehet a legjobban lelőni az ürgéket. Tehát ezek itten le vannak így sablonozva, Broadway, stb. Tehát ugye mindegyik megépült, ahogy Asbóth bácsi ezt annak idején kigondolta. Ez egy jó pofa dolog. És ugye mondom, ez a Central Park, azt is megnéztem egyszer, tényleg nagyon tisztességes módon megcsinálták. Ez a másik fickó, ez nem Angliába, ez nem Amerikába ment, hanem Angliába. Ezt szeretem, ezt a pasit. Tehát ez egy ilyen épületkonzerváló ürge. Ugye, hát minden magyar embernek van egy eredeti szakmája, ilyen grafikus, ugye, hát mert hát nem mindjárt a falakra mászott, először csak ott rajzolgatott, kiadott könyveket, illusztrációkat, stb. És aztán rájön arra, hogy hogyan kell épületet konzerválni. Ugye úgy jött rá ez a fickó, hogy 1849-ben, tehát a szabadságharc bukása után ment ki ide Angliába, de nem kapott rendes munkát, viszont megtalált egy hirdetést, hogy keresnek egy kőkonzerváló anyagot, amivel az angol parlamentet kéne konzerválni. Hát mondta, hogy ez nem ügy, egy rendes grafikus ezt pillatokat összeönti, és ez a leírás, amit mondok, az első ugye az ő leírása,
És ugye amik itt a második, az esemény, ugye, hogy elkezdtek mállani a kövek, és indul a pályázaton, és nyer a pályázaton. És aztán később kérdezték, hogy de drága jó szerelmei úr, honnan a túróból találta ki ezt a löttyöt, amivel az angol parlamentet lehetett konzerválni? És mondta, hogy hát kérem, én ilyen olvasott gyerek vagyok. Egy ókori munkában találtam ezt a leírást. És hát leírta a pacsony, javva bekente, és azottan úgy megállt. Hát ha neki jó volt, nekünk is. Neki hát az ürge, az ókori recept alapján összerakta a löttyöt, piff-paff, és bevált. Tehát nem kell azért ezeket a régi leírásokat eldobni, és itt van, lehet látni, hoztam egy reklámot róla, ilyen kis dobozokban van. Ez azért nagy, mit tudom én, ez nem a picurka, hogyha egy-egy ilyen épülethez vesszük, és 1850 óta ezzel a löttyel konzerválják ott az épületeket. A cég azóta is működik. Tehát először megcsináltak a parlamentet, aztán rájöttek, hogy a National Gallery, tehát a Nemzeti Galéria is mállik, azt is bekente, és akkor így jöttek sorra a megrendelések. Tehát szerelmei ezzel befutott, ők ott ismerik, itten nem sokat. Itt van egy ilyen bekent építmény. Tényleg jól áll, semmi mállás, úgyhogy jól dolgozott a pasi. Egy másik ilyen ürge, ugye Csornáról elmegy Külhomba Gestetner Dávid, aki rájön, hogy valamit sokszorosítani kéne, szintén hát ilyen munkával nem jól ellátott pali volt, japán legyezőket árult, ez volt a szakmája. Ugye, ahogy leírta egyik alkalommal, akkor eső volt, hogy szétázott az összes legyezője, és akkor rájött ez a legyező papír, ez valami spéci papír, és ezzel lehetne valamit csinálni. Hát ugye ez a spéci papír lett a stencil papír. Pont ugyanaz, amit ott a Gestetner megtalált a legyezőkön, és akkor ennek a stencil papírnak a felhasználásával kitalált ezt a sokszorosító eljárást. Ugye a 3x3-as ügyosztályon van sok ilyen masina, ugye, amit ugye, amikor mentek a szamizdat kiadványok, ugye Gestetner módra, azok mind ugyanilyen ketyerék voltak. Tehát addig azért eltelt ugye 50-60-70 év, és nem változtattak a szerkezeten. És aztán Gestetner ez picit később gépesítette, és megcsinálja ezt a Ricoh céget, ugye ez a világ legnagyobb ugye fénymásológép gyártó cége, elég régi, 81-es, 1881-ben már kitalál egy modernebb eljárást, azok már kicsit modernebb, és aztán ugye utána jönnek a sokszorosító gépek, amelyek ugye ma is divatosak, tehát gyakorlatilag ugye a klasszikus stencilezés és aztán később a fénymásolás technikája, ez már ő volt, ugye már lehet látni 1900-ban, még a régi Kurblis gépe megy, azzal sokszorosítanak, tehát ez még egy korai, tehát legalábbis a hirdetés, ugye nyilván nagy gépeket használnak akkor a nyomdai résznél, és utána aztán elkészülnek a ma ismert fénymásológépek. Na még egy ilyen érdekes fickó, ez a korintoszi csatornánál, aki építésvezető volt. Ez megint egy olyan dolog, hogy van-e valakinek kedve megépíteni az korintoszi csatornát, ugye? Tehát ilyen típusú munkákra általában pestiek jelentkeznek, mert ugye Külhoni elgondolkodik rajta. Tehát itt a Műszaki Egyetemen meghirdették, és ottan összeállt, vagy 6 mérnök, azt mondták, nem ügy, miről lenne szó. Nagyon kis ügyet kellene ottan ásni, ugye, mint tudjuk, ugye a leírások szóval minden idők legnagyobb földmunkálattal járó építkezése. Pedig volt egy pár, mert ott a piramisok tájtalán mozorgattak egy kis izét, itt ott, ott később is azért voltak földmunkálatok, de azt mondták, az túró a korintoszihoz képest, ugye? De hát ezek a pesti mérnökök mondták, hogy nem ügy. Gerster Béla bátyánk, ez nem olyan túl jó fotó róla, nekiállt, összegyűjtött ugye egy pár kollégáját, tehát Budapesti Műegyetemnek volt tanára, és megcsinálták ezt a szerény építkezést. Lehet látni, itt egy darabig el voltak, ugye? Itt vannak a kollégái, akik aztán később visszatértek, és továbbra is itt tanítottak a
műegyetemen. Tehát a korinthoszi csatorna összes vezető mérnöke pesti fickó volt, műegyetemi tanár, ember. És ezt a kis szerény építést vállalták, és emlékművet emeltek később aztán a tiszteletükre. Azért ez nem kis dolog, hozzá kell tenni. Meg lehet aztán nézni, hogy hány köbméter földet kellett megmozgatni, hány ember dolgozott ott, és hány éven át, és a munka határidő elkészült. Ez a Korda Dezsőt azért egy érdekes pali, ez Franciaországban írt, mindig írt leveleket a Magyar Tudományos Akadémiának, és azokat a leveleket az akadémia mindig kisnyomtatta, csak nem olvasta senki. Korda például leír az egyik levélben, feltaláltam a forgókondenzátort. Hát, drága Korda úr, örülünk igazán, küldünk majd valami kis érmet magának, nem tudjuk mi a túró az a forgókondenzátor. De mikor elkezdtek a rádióval foglalatoskodni, rájöttek, hogy húha, ez egy fontos cucc ennek a Franciaországban élő Ürgének a találmánya, és Kordának a forgókondenzátorát tényleg be is építették az első rádiókészülékbe. Ilyenek voltak, hogy ezek a régi forgókondenzátorok, de hát ezt az urak nyilván jól ismerik. A másik ugye, hogy az Eiffel-toronynál ugye megépítették a lifteket, de lehet látni, ezek franciák építették, de hát azok csak 10 évig bírták ki, úgyhogy akkor már kellett találni valakit, aki ért hozzá, és Korda megcsinálta az új lifteket, ami látszik ugye 1980-as évek végéig mentek a Korda által tervezett liftek, akkor kellett korszerűsíteni. Ugye ez még a, mikor változott a ugye 1900 környéke, ugye akkor épült az eredeti ketyere, tehát azt jelenti, hogy 70 évig bírták a Korda féle liftek. És ugyanezen az 1900-as kiállításon, amikor épül a torony, ugye még a nagy gépcsarnok, ami nagyon híres része volt a párizsi világkiállításnak, sok magyar is egyébként érmet nyert, ezt az egészet ő tervezte és ő rendezte be. Itt az a jó pofa dolog, ez egy képes lap, ugye, amit valaki Párizsból adott fel. Jól ismert ugye Galam Józsefnek a T modellel kapcsolatos konstrukciós ötlete, amit ő meg tud valósítani, később pedig ugye megtervezi a Fordzone traktort is, ugye az is Galamnak a műve. Mi most nagyon büszkék vagyunk, hogy mennyi autót gyártak Magyarországon, igen, de ezek nem magyar ötletek alapján készülnek. Ugye a Ford T-ben az volt a poén, hogy ez lett a 20. század autója a nagy pályázaton, a Galamféle konstrukció, és 15 millió darabot tudtak ebből eladni. 15 millió darabot, pedig drága kocsi volt. Népautó volt, ugye ez volt a duma, hogy népautó, közben a Ford azért rátett keményen, úgyhogy nem volt egy olcsó népautó, de rohadt erős volt, és bírta, és a nem túl jó utakon is tudott menni, úgyhogy Galamb ezzel nagyon-nagyon befutott Amerikába, és hát nagy valószínűség a szallag melletti munkálkodást is ő találta ki, tehát hogy kell szerelni a autót, hogy mindig ráraknak egy hét, és akkor megy tovább a szallagon. Ugye korábban láttam ilyen eredeti filmfelvételt, ahol a Pali így húzta egy darab zsinórral, és akkor megállt a másik ürgénél, az is látett valamit, megint húzta tovább, és akkor Galam rájött, hogy miért szegény bácsi, mi a túrónak húzza az egy darab zsinórral az autót, hát rá tesszük egy ilyen mozgó szallagra, és úgyis meg lehet ezt oldani. Itten végül vannak az atomkoros palik. Mindig mondjuk az atomkor. Jó, de azért ne felejtsük, az atomkor nem jön létre akkor, ha nincs ez az őrült Szilárd Leó, aki azt mondja, hogy a gyerekek neutron, sokszorozással létre lehet hozni a láncreakciót. Ezt kitalálja, szabadalmaztatja. És ott van a chicagói, ugye atomreaktor megépítésénél is. Ugye, és ott meg is van a leírás, ugye ott van tudósok, mindenki izé, és a Szilárd állandóan nézi az óráját, hogy megkérdezi, hogy tetszik izgulni, professzor. Hát persze, hogy izgulok. Ennek 13.30-kor be kell indulnia. De miért pont 13.30? Akkor van az ebéd. Szilárd szeret ezt zabálni. Most az a lényeg, hogy 13.30-kor bejön, jó gyerek, akkor mehetünk aján. Tehát ahogy ők azt megtervezték, ugye Fermi, ennek a felesége írja le, hogy ezeket a történeteket. Ez úgy működött,
jó pasik voltak ott, és később aztán ugye együtt működnek, együtt dolgoznak ezek az atomtudósok. Itt van még néhány, aki kortárs, és akinek ezt a 20. századi nagy tudományt végül is köszönhetjük, hogy a Hevesi György, aki megcsinálja a radioaktív izotópokat, ugye az érvizsgálatnál azóta is az ő eljárása alapján történik ez az érnek, ugye a radioaktív érfestési eljárások, radioaktív izotópok felhasználása, ugye Hevesi Györgynek a találmánya, pedig egy vegyész volt, azt az orvosok kitalálták, ez hogy működjön, de az ötlet, hogy vannak radioaktív izotópok, és utána annak a elhelyezkedését lehet vizsgálni, ezt Hevesi találja ki nagyon ügyesen. Itt van ugye Bíró bácsi, és aztán a testvére, akik mégis egy lényegtelen dolgot találnak meg, ezt a golyóstollat. Előtte is van golyóstól, de minden golyóstolnak az volt a probléma, hogy vagy folyt, vagy beszáradt. És Bíró azt mondta, hogy ennek lehet valami oka, és a testvére vegyész volt, és mondta, hogy mondd már meg nekem, miért nem tud senki jó golyóstollat csinálni. De azt mondja, nézd, valószínűleg az lehet az oka, hogy a golyóstoll tintának a receptje, amit mindenki használ, az rossz. Azt mondja, hát erre nem gondoltunk. Hát nem is. Tehát ez le volt írva, hogy a tintának mi a receptje. És akkor rájött a Bírónak a testvére, hogy más módon, és akkor ez a Bíró pedig rájött, hogy még egy trükkje van a golyóstolnak, hogy senki a világon nem tud gyártani kerek golyót, gömbölyű golyót. Minden golyó elakad. Mert soha nem volt szükség ilyen kicsi golyókra. Ugye az SKF, ez a legnagyobb ilyen csapágyártó, azt se tudott ilyen rendes kis golyókat gyártani. És mi ugye csináltatott vele a Bíró, és mondta, nézzétek el, 100 golyóból 70 nem kóser. Hát ez rossz arány. És akkor ő kitalálta, hogy hogyan kell, hogy milyen eszközök kellett ilyen jó gömbölyű golyókat gyártani. Ez egy zseniális műszaki elme volt. Az automata sebességváltónak is ő a feltalálója például. Csak úgy mellékesen. De van még vagy 30 szabadalma. És aztán nagy nehezen ugye megcsinálják ott Dél-Amerikában a golyóstollat. Bírónak ebből sok bevétele nincs. Mert ugye különböző magyar családok adják hozzá a támogatást, és mikor elindul a golyóstoll gyártás, a családoknak kell a költséget visszafizetni. Úgyhogy gondolkodik is a Bíró, hogy valamiből meg kéne élnie, mert a golyóstollból nem fog megélni. Ugye? És ezért is mondom, hogy két nagy találmánya volt a Bírónak. Az írástudók számára feltalálja a golyóstollat. Az analfabéták számára pedig a golyós dezodort. Abból ért. Ugyanaz az ötlet. Ugyanaz az ötlet, az nem Dél-Amerika, hanem Észak-Amerika. Ott szabadalmaztatja, és az működött. Zseniális pali volt, el kell ismerni, és nagyon örülünk neki, hogy a feltalálók napja ott Argentínában, ugye az az ő születésnapja. Hát Neumann Jánost ugye jól ismerjük, ugye nélküle, az ő segítsége nélkül valóban nincs atomkor. Jól ismerjük Wignernek a magfizikai kutatásait, ő, aki ugye együtt dolgozik sok más mellett Einsteinnel is, és Neumann János iskolatársa itt korábban még Budapesten. Kemény János ugye megcsinálja az első, ugye itt a kollégájával együtt az első használható számítógépes nyelvet. Ezért is mondhatjuk azt pofátlanul, hogy lényegében tudjuk bizonyítani, hogy a számítógépnek a doboza biztos, hogy nem magyar találmány. Pont. Hát ha megnézzük a többit, akkor sajnos ott már gondok vannak, mert ott előbb-utóbb előkerül egy-egy kutató. Még múltkorjában módon volt találkozni Hunyár Csaba bácsival, aki Oláh György Nobel-díjasnak volt az iskolatársa, ugyanabban az osztályban jártak, és Hunyár Csabától kérdeztem, hogy hát mit tetszett feltalálni, amire ennyire büszke ugye az Oláh doktor úr, és mondja, hát tudom, mindig hülyéskedik velem a Gyuri, na elmondom, valami csak fel tetszett találni. Na jó, annyira tetszik, kérdezzék meg, elárulom magának. Én vagyok a CD-ROM feltalálója. Tehát Csaba bácsi is valamit csinált, ugye? De mondom, melyikét? Hát mondom, volt a zenei, meg egy önnetesség is, az összes. Mondom, az összes? Hát persze, azt mondom, megcsináltam végig, és akkor mindig egy fejezetet hoztak forgalomban. Mert aztán ez egy nagy ötlet. Tehát először csak az egyes fejezet. Ugye, aztán a kilences, gondolom, még 2-3 van a papíron, majd azok az elkövetkező években jönnek. Tehát Csaba bácsi megcsinálta végig,
És akkor mindig egy szeletet hoztak. Mondta is, de fiam, hogyha úgy gondolod, hogy esetleg CD-t gyártanál, ilyen nyers CD-t, az akárkitől ne vegyél, mert rengeteg gagyi van a piacon. De az én gépem az szuperül működik, én ezt ugye kulcsra készen gyártom, itt a névjegyem, úgyhogy tőlem rendelhetsz nyugodtan teljes gépsort. Azért Csaba bácsi, akkor is már volt 80 éves körülbelül. Hangos filmnél tudjuk, ugye Mihály Dénes alap fickó, és a fekete-fehér televíziózás ugye elkezdi, amit aztán ugye Tihanyi Kálmán folytatta előbb már bemutatott monitorral. Itt ugye baloldal Mihály Dénes, aztán bekapcsolódik a kutatásba ugye Goldmark Péter Károly, ez a zeneszerzőnek a egyik rokona, aki tovább lép, és a színes televíziózás felé, tehát a fekete-fehérből elmegy a színes televíziózás felé, de én ennek igazán nagy találmányának a mikrobarázás hanglemezt tartom, mert azért az egy nagyon nagy dolog ám a 20. század, és ugyanaz az atomkor része, mint a többi. Hát előtte is volt hanglemez, mint tudjuk, de igazán poénos azért a mikrobarázás hanglemez lett. Aztán jött ugye a CD, DVD, és mit mondanak? Hát sajnos, ugye, hangszín, érdemes ám visszamenni a mikrobarázás hanglemezhez, mert hát azért azt a minőséget nem biztos, hogy ezek a mai kütyük túl tudták lépni. Tehát azért a Goldmark találmány ugye még mindig nem elvetendő, úgyhogy ez egy érdekes dolog. A legnagyobb amerikai tudományos kiküntetést egyébként ő kapta is, Neumann János, tehát őket azért jól ismerték odakint. Itt van ugye az előbb említett Tihanyi, aki ugye a világemlékezet jegyzékbe ugye felkerül. Itt van Tihanyinak a képernyőre vonatkozó eredeti szabadon melléklete. Aztán itt a kortárs ugye Kármán Tódor, hát ő egy repülésbe is, hogy valamit lehessen azért lendíteni, Áhenbe, majd aztán ugye Amerikába a hangsebesség fölötti repülést ugye csak kigondolja, és ez aztán a űrkutatásban is alapvetővé válik, nagyon nagy segítség az űrkutatók számára. Matematikában ugye kétszer is kapunk ugye Abel-díjat, ez nem nagy baj. A Szemerédi ugye ez egy jelenleg ugye Budapesten működő matematikus, aki ugye idén kapta, és ugye Lax Péter, ő pedig egy New York-i matematikus, ő Neumann Jánosnak az egyetlen magyar tanítvány, sőt egyetlen tanítványa, nincs is több tanítványa Neumannnak. Neumann mondta, hülyéke nem foglalkozom. Egy palit talált, aki nem tartozik ebbe a sorba, ez volt ugye Lax Péter, aki 1941 óta él New Yorkban, az ottani egyetem matematikai intézetét vezeti, aztán a matematikai társaságnak is elnöke lett, és ő csinál ugye olyan parciális differenciál egyenleteket, amely segít például a repülőgépek és a hajóknak a tervezésében. Kérdeztem is tőle, hogy de mennyire gyorsítja meg? Hát ez meggyorsítja, mert azt mondja, hogy repülőgépet klasszikus módszere megtervezni 10-15 év. Az ő módszerével nagyjából 8 hónap. Tehát azért számítanak ezek a modern eljárások. Ebben már azért van számítógépes szisztéma is, de ő még eredendően ugye a alapelveket, képleteket, stb. Még számítógép nélkül dolgozza ki, és aztán ezt tették rá számítógépre. Úgyhogy ő egy nagyon kiváló matematikus. Talán egyszer tudtam vele csinálni egy interjút itt a televízióban. Mondtam neki, hogy ezek annyira érdekesek, ezek a parciális differenciál egyenletek, hogyha erről most beszélgetünk, mindenki lezárja a tévét. Úgyhogy beszélgessünk valami másról. Azt mondja, jó, beszélgessünk másról. Mondom, beszélgessünk arról, hogy a papa, tehát a Lax Péter papája, azt Lax Henriknek hívták, az egy híres belgyógyász volt Amerikában. Mondom, beszélgessünk inkább a papáról. Mondta, jó, beszélgessünk a papáról. A papa azért érdekes, mert sok más mellett ugye Molnár Ferencnek, ő volt a háziorvosa, Bartóknak az egyik házi orvosa, Kennedy feleségének a házi orvosa. Tehát ilyen jobb emberek jártak azért hozzá.
sokan voltak, és akkor terjedt el az a mondás New Yorkban, hogy Lux Henrik biztos, hogy meghosszabbítja az életedet. De annak a felét a rendelőjében a váróterembe kell. Ez nagyon tetszett nekem. És a Lux Henrik itt volt Pesten, akkor ebédeltem vele, és mondja, hogy elmesek egy sztorit, azt mondja, a Bartók nét már itt Pesten is én kezeltem, nem csak Amerik, itt Pesten. És egyik nap is ott vagyok nála, a beteg ágyánál, amikor jön a Bartók. És akkor azt mondja, a főorvos, ne haragudjon, kicsit kellemetlen számomra, de valamit szeretnék önnel közölni, hogy hát ki jönne ide a folyosóra. Hát mondta, nem tudja, mi lehet. Azt mondja, hát kedves főorvos, itt van egy gond. Hát itt a kórház mellett van egy kaszárnya. Azt mondja, igen. Hát kérem szépen, itt a takarodót hamisan fújják. Azt mondja Lux Henrik, hogy de hát mit tehetnék ennek? Hát kérem szépen, én lekottáznám, és legyen olyan kedves, juttass el a parancsnokhoz, hogy ha lehetne, akkor e szerint, és akkor az jó lenne. Hát kérem szépen, Bartók ott a folyosón lekottázta, minden rendesen, odaadta a belgyógyász főorvos úrnak, aki aztán másnap át is vitte a kaszárnyába. Majd, és akkor egy-két napulva jön a Bartók, azért, hát főorvos úr, járt-e a kaszárnyába? Igen, kérem szépen. És hát sikerrel járt-e a kaszárnyába? Hát nem egészen. És mutatja a papírt, amire az volt ráírva, nagyon kérem, hogy civilek a laktanya munkáját ne zavarják. Ez volt a Bartók kottája aláírva. És szépen aláírta a parancsnok úr. Azért ez egy jó dokumentum, ezt Lux Henrik azért megőrizte. Úgyhogy lehet látni azért, amikor ilyen kultúrtörténetről van szó, azért ezeket a momentumokat ugye érdemes megjegyezni, vagy épp a múltkor egyet említettek a kutatók, ugye Szentgyörgyi Albert ugye Angliában dolgozott, és Klebelsberg Kuno, rohadt komplikált neve van, mindig nézem a nyomtatott anyagokba, legalább a kétharmadában rosszul írják a nevét. Na, a lényeg az, hogy Klebelsberg Kuno szerette volna őt visszacsalni Angliából, hogy jöjjen el Szegedre, ugye akkor jött létre az egyetem, és vegye át ott az egyik nagy intézetnek a vezetését. De azt mondta erre Szentgyörgyi Albert, hogy neki van egy meghívása az amerikaiaktól. Miért jöjjön ő vissza Szegedre? Hát ott azért csak jobban felszerelt egy intézet. Mondta Klebelsberg, jó, beszéljük meg, és kiutazott Angliába. Hoppá. És azt mondja Klebelsberg, mert drága professzor úr, az amerikai intézet jobban föl van szereve. Kérem, sokkal jobban, hát mit várhatok én egy szegedi intézet? Jó. Mire lenne szüksége, professzor? Hát kérem. Masi felsorolta, hogy ilyen műszer, vizsgáló, amivel egy intézetnek el kell indulnia. Klebelsberg a következő héten az egészet Angliában megvette. Sőt, még vett olyan plusz dolgokat is, mert a múltkor láttam egy fonográfot, egy eredetit, ami eredetben a Szentgyörgyé volt, mert azt mondta, hogy vegyenek egy amerikait, és ő még vett egy angolt is, és az angol modernebb volt, úgyhogy a Szentgyörgyi teljesen oda volt, láttam mind a két fonográfot. Meg a Szentgyörgyi család odaadta egy másik családnak, és annak a családnak a hagyatékából került most az Óbudai Egyetemre. A lényeg az, hogy Szentgyörgyi végignézte, azt mondta, ez hibátlan. Jövök. És Szentgyörgyi az amerikai meghívás helyett elfogadta az szegedi meghívást, azt mondta, ugyanolyan felszereltség a labor, miért ne jöjjek? Jött, és végigcsinálta a kísérleteket, mint tudjuk, eljutott egy egészen jó díjig, szerencsére. De ez mind Klebelsberg vagányságának köszönhető, üzenem a mostani kultúrpolitikusoknak. Bár ilyen késői órán ők már alszanak. Végezetül egy-két fickó, akit ismerünk, de ők nem olyan nagyon csatlakoznak, kapcsolnak a magyar tudományhoz. Itt van ez az Intel-es Pali, ugye az Intel cégnek ugye
több alapítója is volt. A négy alapítóból kettő volt magyar szakember, és a maga a gróf is, ugye, az a gróf András, ugye, Andrew Grove néven, ugye, itt a Time magazin szerint is, ugye, egy akkoriban nagyon magas besorolást kapott. Itt van ugye Karcsink, aki akkor is ismerték már őt, amikor a Microsoftnál működött, ugye, de igazán ezekkel az űr turisztikai programjaival várt ő ismerte. Ez egy olyan igazolványkép, de az egy sokkal jobb fotó, és egy jó ezzet, amit talán egyszer említettem, egyszer eljutottam Princetonba, és ott a Princetonban van egy új matematikai intézet, és ki van írva, hogy Simonyi Hall, ez van kiírva a falára. És akkor kérdeztem, hogy miért van ide írva Simonyi Hall, és mondták, hogy hát mert a Charles állta a cechet, és ő építette ugye Princetonnak a matematikai intézetet, nyilván nagyon tisztelte az ottani matematikát. Ugye ez egy olyan jó hely, ugye, amit említettem az előbb, ugye Einstein is itt dolgozott, Wigner Jenő is, és még egy pár ilyen futottak még figura, tehát ez egy elég jó tudományos központ, ilyen régi angol stílusba épült egész Princeton, tehát Amerikában az ritka, ugye a legmagasabb épület talán 3 emelet, de hát az már ott a felhőkarcoló Princetonban, és a többsége az inkább két emeletes épület, rengeteg könyvtárral, nagyon érdekes hely. És ott ez a matematikai intézet, mondta, hogy itt volt a Simonyi, és fel is avatta, és hogy találkoztam-e már a Simonyival. Mondom, én találkoztam, professzor, igen, mi is már egyszer találkoztunk. Én mondom, én minden nap találkoztam a Simonyival, úgyhogy nekem ez nem ügy. Azért már ne csinálkozni, hogy teszik itt, hogy minden nap tetszett találkozni. Mondom, úgy, hogy én a Simonyival egy osztályban jártam az iskolába. Úgyhogy ennyibe vagyok én elénybe a Princetoniakkal szemben. Hát professzor úr teljesen elájult. A gimnáziumot jártuk végig Simonyival. Már akkor is Marajótot programozni el kell ismerni. Úgyhogy mire kijutott már ez a Gates, ez sok újat neki nem tudott mondani. Tehát már akkor ő egy nagyon profi program. Biztos sokkal jobb programot is tudott volna csinálni, mint mondjuk ezek a Microsoftos izék, ugye, ami ilyen háziasszonyok számára készül program, de hát így szólt a megrendelés, akkor így csinálta. Most már látszik, ugye, hogy más témákkal foglalkozik, és a papa is ugye nagyon nagy tudós volt itt a Műszaki Egyetemen. És akkor itt van még öreg Zoltán bácsi. Az nagyon jó tudni azért, hogy a méter mértékegysége az ma ugye a Bajs Zoltán féle leírás alapján fut, ezt azért sokan tudják, de az a tankönyvek is jó lenne, ha jobban hangsúlyoznák. Itt járt a Országos Műszaki Könyvtárba egyszer Budapesten, előtte egy nagy műegyetemi ünnepségen vett részt, és aztán átjött ide. Emlékszem, a műegyetemen is ott ült mindenki az elnökségbe, összes funkcionárius, de ez a bajt nem nagyon érdekelte, és akkor kérdezte, hogy de a Simonyi hol ül? Simonyi, hát hol ül? Hát ott hol ül? Hát hol ül? Mit tudom én, hol ül a Simonyi? Na jó, hát csak úgy kérdeztem, ugye, mert akkor én megvárnám. Addig nem kezdődött az ünnepség. Ugye a Simonyi, ugye a nagy Simonyi, tehát ennek a űrnek, a űrutasnak az apja, ugye a nagy műegyetemi professzor volt, de hát nem csípték a pasit, mert nem tudom, részben talán 56-ban is vállalt valami funkciót, meg kicsit ilyen vallásos ember, szóval valami szörnyű dolgokat csinált, és hát ezért nem volt a futtatott professzorok között. De annak idején Bajs Zoltánnal együtt csinálták azt a hold radarozási híres kísérletet, ugye, mindjárt 45 után, és hát ezt Bajs pontosan tudta, hogy az egyik legnagyobb Magyarországon élő tudós, az az ő régi barátja, a Simonyi, és hát micsoda dolog az, hogy a nagy baji emlékünnepségen nem ő ül az elnöki pulpituson középen, nem a szélén, középen. Tehát mi menjen oldaltam, oda. Úgyhogy hát Simonyit kénytek voltak meghívni, Simonyi megérkezett, és az ünnepség lezajlott, azt hiszem akkor díszdoktorral avatták az öreg urat, Simonyi pedig hamaros állami díjat kapott, hát valamit kellett ugye szegénynek
adni. Tehát itt találkoztam vele, itt a Műszaki Könyvtárban ünnepségen, megint jellemző egy itteni szervezésre. A Műegyetem ugye az a Szabadsághíd túloldalán van, ugye? A Műszaki Könyvtár az a Szabadsághíd pesti oldalán volt. Át kellett hozni az öreget a budai oldalról a pesti oldalra. Elég komplikált dolog. Műszaki Egyetem megszervezte, hogy majd a unokaöccse áthozza Trabanttal. Érdektelen az ügy. Ez kemény, 6 perces út. De az alatt, az idő alatt karamboloztak. Szegény bajzoltam. Így érkezett meg az ünnepségre. Mert szegény, ugye eleve nagyon szűk az a rohadt, és még jobb be is verte. Úgyhogy így érkezett meg az ünnepségre, és megtartotta a beszédét, nagyon romos volt. Akkor is öreg, tehát ez a fölfele néz az égbe, ez körülbelül ezt jelenti, hogy csak ne kelljen még egyszer egy ilyen kocsiba ülnöm. Hát ez egy, amikor nagy tudós Magyarországra látogat típusú ünnepség, ugye? Ugyanígy, mikor Olá György itt volt, és ugye előtte lett éppen Nobel-díjas, és az Építőművészek Szövetségének a éttermébe hívta meg az osztálytársait. És akkor megérkeztek, és mondták, hogy hol voltak eddig? Hát kérem szépen, az államfő fogadott minket. Államfő, minket nem érdekel, 30 percet késtek. Hát igen, igen. Na nem baj, előtte másokat szolgálunk ki, és a nyomorultak ott ültek 2 órát, és nem kaptak semmit. Aki késik, késik. Magyaros vendéglátás, zárójelben. Na, itt van Dénes bátyánk ugye ezzel a holográfiával, ez egy jó ötlet, csak hát ez ugye szükség volt ugye megfelelő lézer fényre, tehát ő hamarabb találta ki a módszert, mint ahogy feltalálták a lézert, tehát ezt meg kellett várnia, lett lézer, be tudta bizonyítani, hogy az ötlete jó, az be is jött, és aztán ugye angliai tudósként megkapta a Nobel-díjat, és aztán később ugye a családot megkérdeztük, hogy megengedik-e, hogy itt egy főiskolát róla nevezzünk el, és mondták, hogy igen, hát így lett ugye Gábor Dénes főiskola, és így került aztán Budapestre a Gábor Dénes hagyaték egy része, amit megkapott ajándékba a főiskola. Tehát végül is megérte, hogy az ő nevét vették fel. Ő közben egyébként a Tungsramnak is kutatója volt, miközben már külföldön élt. A Markó utcai gimnáziumban tanult egyébként, mint Karinti Frigyes. És itt van az előbb említett Nobel-díjasunk, ugye Olá György, aki most, már ez a Nobel-díj utáni időszak, ugye ezzel a metanol nevű anyaggal próbálkozik. Ugye metanolt elő lehet állítani növényből is, Magyarországon így szokták, és elő lehet állítani mesterséges úton is, a levegőből kell széndioxidot kivonni, és egy elég komplikált vegyi eljárással előállítható a metanol, ez viszont egy jó környezetvédő módszer. És ezt a szisztémát egy-két távol-keleti területen már csinálják, tehát vannak már metanol gyártó üzemek, de hát itt Európában még nincsenek, nem tudom, hogy miért nem, miért annyira komplikált az ötletét átvenni. Eljött egyébként a Tudományos Akadémia, és elmondta, hogy hogy kéne ezt csinálni, és hát nagyon megköszönték tényleg, hogy ide utazott valóban, majd senki semmit nem csinált. Elég elszomorító, pedig biztos egy jó ötlet lenne. Valószínűleg nem könnyű megcsinálni, de a metanol az jó, mert helyettesíti a benzint, és akkor nem kellene ennyi kőolajat felhasználni. Tehát biztos, hogy ez egy kis segítség lenne, és olcsóbb is, tehát már fele költségből előállítható lenne. Hát talán egyszer az Olá György ötlete be fog futni. Na hát ennyit szerettem volna elmondani. Még van egy nagyjából 400 ötlet itt, azt most nem vetítem le, ami magyaroktól származik. Ez most jelenleg egy nagyon izgalmas kérdés, és nem is nagyon tudom erre a választ. Tehát mindenki csak azon gondolkodik, hogy hogyan kellene a csöveket most vezetni, és azon kőolajat hozni, és senki nem gondolkodik azon, hogy nem lehetne-e ezeket a csöveket, ugye, helyi gyártmányú, de
nem növényből készült metanollal kiváltani. Pedig hát ugye kérdeztük az öreg urat, és azt mondja, hogy szerint ez megvalósítható, és mondom, távol-keleti országok ezen gondolkodnak. Indiában tervezik ugye az új Volkswagen autóknak a gyártását, amelyek kifejezetten metanollal működnének. Tehát, és az egy nagy terület, ugye? Tehát India, és ott azt ellátni metanollal. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy ez itt nem merült fel, és nem vezetik be. Talán egyszer ez be fog futni, de mindesetre jó lenne, mert hát részben fogy a kőolaj, részben romlik a levegő. Tehát jó lenne ezt a kettőt valahogy összehozni. Ez ugye Európának is fontos lenne, meg ennél távolabbi vidékeknek is. Itt a magyar Nobel-díjasok számán szokták mindig lemérni, hogy egy ország hol áll a tudományban. Nem egy jó mérce. Hát rengeteg magyar tudósunk van, aki soha nem jutott el a Nobel-díjig. Ugye Bolyai János például nem tudott eljutni, mert akkor még nem alapították meg a díjat. Ötvös Lorándot felterjesztették Nobel-díjra 1919-ben, most már megvannak az okiratok, ugye 50 év után mindig felszabadítanak 50 év nyíratot, és látjuk, hogy Ötvös Lorándot tényleg felterjesztették. Közben azonban beteg lett, és meghalt. Ez pont 1919-ben volt. Ötvös itt volt az egyetemen, és nem nagyon tudtak a gyógykezeléséről különösebben gondoskodni, és a 19-es év végén kapta volna meg a Nobel-díjat, nem élte meg. Ugye posztumusz Nobel-díj nincsen, tehát az illetnek oda kell mennie, és át kell vennie a díjat. Ötvös nem tudta átvenni a díjat. Több más magyart is, ugye ifjabb Jancsó Miklóst is felterjesztették Nobel-díjra, Szeged tudósa, és így tovább. Tehát sokan vannak még. Tény azonban az, hogy nem csak ez a mérőszám, mert hát ugye Semmelweis Ignác még az akadémiai rangig se jutott el, tehát az ő felismerése annyira ellentmondásosnak tűnt, hogy nem merték őt az akadémikusok közé felvenni. Bolyai János azért nem lett akadémikus, mert nem volt magyar nyelvű műve, akkoriban az még kötelező volt, és Bolyai azt írta, hogy annyira szegény ember, hogy ő nem tudja a művét kinyomtatni magyarul, az egy teljes évi nyugdíjába kerülne, és ezt nem tudja vállalni. Tehát Bolyai ezért nem lett magyar akadémikus, pedig így a németek is talán szívesen fogadták volna vendégprofesszorként. Tehát a Nobel-díj nem értékmérő. Vannak olyan Nobel-díjasok, akik a század elején az osztrák-magyar monarchia idején kaptak Nobel-díjat, mint Bárány Róbert, Zsigmondy Richárd, Lénárd Fülöp, nem tekinthetők magyar tudósoknak, tehát nem érdemes őket a magyar Nobel-díjasok közé sorolni. És a későbbiekből is ugye rengetegen kimaradtak, Szent Ágota Jánost is felterjesztették, ő sem kapta meg a díjat, pont ugye II. Világháború utáni időszak. Utána nagyon sok ember nem kaphatott, aki hadikutatással foglalkozott, ezért nem kapott Nobel-díjat Szilárd Leó és Neumann János sem. Ugye, tehát ők eleve nem is kaphattak, mert ebben a szakmában ez akkoriban ugye tiltott volt, tehát nem is lehetett eljutni ilyen kitüntetésig. Tehát azért mondom, nem érdemes mindig értékmérőként ezt használni, sokkal fontosabb az, hogy aztán később mondjuk Hercskó professzor kap Nobel-díjat, de nem nagyon ismerjük őt, ugye egy karcagi születésű tudós, kevés ismertő itt Magyar Honban. Kertész Imre kap irodalmi Nobel-díjat, de előtte szintén ugye nem nagyon volt ő része a magyar irodalomnak. Tehát ez a Nobel-díjasok nem annyira értékmérő, sokkal inkább vegyük ezeket a nagy tudományos teljesítményeket, akár itthon, akár külföldön. Hőgyes Endre ugye majdnem kap Nobel-díjat, de szintén meghalt helyette követője Lénárd Fülöp veszi át a díjat. A kutatások nagy részét még Hőgyes csinálta, amiért ugye Lénárd Fülöp, amiért a akkori orvosi Nobel-díjat ugye egy Hőgyeshez kapcsolódó úr megkapja. Tehát a lényeg az, hogy figyelni kell ezekre a díjakra, és azt mondani, hogy
ezek a kiemelkedő tudós személyiségek, de nem lényeges az, hogy eljut-e a Nobel-díj, vagy nem jut el, hiszen látjuk, különböző szakmákban nem is alapítanak régen díjat. Régen nem volt közgazdaság Nobel-díj, nem volt matematika, és így tovább. Tehát az informatikának a nagy díját, ugye közgazdász, ugye Harsány János kapja meg, de ez a közgazdasági Nobel-díj is egy jóval későbbi alapítású díj. Ugye Harsány is, ugye a Fasori Evangélikus Gimnáziumnak a diákja, ugyanúgy, mint Wigner és Neumann. Tehát egy nagyon nagy történetről van szó, én nagyon remélem, hogy ez még tovább ugye bővíthető újabb és újabb kutatások alapján. A legfontosabb, és ez a záromondat, hogy az Európai Unióban ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy nem voltunk mi soha ilyen 26. ide sodródott érdektelen népcsoport, hanem igenis a magyar tudósoknak nagyon fontos szerepük volt az európai tudományosságban. Mi közülünk is sokan lettek vendégprofesszorok kinti egyetemeken, kintiek is jöttek Magyarországra, magyar könyveket lefordítottak európai nyelvekre, mi pedig nagyon-nagyon sok könyvet átvettünk a nagy európai kiadásokból. Tehát volt igenis egy tudományos áramlás, és ebben magyar tudósoknak nagyon sokszor komoly szerepük volt, sokszor ők maguk ugye külföldre települtek, és ott folytatták munkásságokat, de attól még ők azért magyar tudósoknak tekinthetők. Tehát igenis, higgyék el, hogy mi hosszú-hosszú évszázadok óta meghatározói vagyunk ennek a bizonyos európai tudományosságnak. Tehát nem fontos hangsúlyozni azt, hogy Bárány Róbert, ugye Hőgyes Endre munkájának folytatója, az egy magyar orvos volt, mert nem tekinthető magyar orvosnak, egy kitűnő osztrák szakember, de mindig tegyük hozzá, hogy épp egy magyar kutatásnak a folytatásaként vette át ő az orvosi Nobel-díjat, és természetesen ő mindig hivatkozik Hőgyes kutatásaira, és a Hőgyes ugye tovább él, nyilván együtt kapják az orvosi Nobel-díjat. Tehát ez egy aránylag fontos történet, és remélem, hogy a később években az UNESCO egy kicsit kegyesebben fog velünk bánni a különböző felterjesztések során. Köszönöm szépen! Thank you.